Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani, sziasztok! Hello drága, hát jó reggel. Hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ma ugye nincs akkora nagyon-nagyon nagy szikrázó napsütés most még, de hát 4-7-kor ezt nekiabáljuk el. Lehet ebből még jó idő, talán kicsit szigorúak. Baj, ha most szikrázó napsütés. Talán kicsit szigorúak vagyunk az időjáráshoz. Haj, de hát itt vagyunk újra ezen a csodálatos keddi napon. Jól vagytok? Jól. Hát konkrétan a reggelbe jöttünk már be, nem hajnal, nem este, nincsen ezzel, hogy hívják, de sötét van, meg húzom össze a kis kabátomat magamban, és akkor bámolok, hanem jöttem fel a felüljáróból, illetve az aluljáróból, sétáltam végig, mert hogy igen, az egy picit talán veszélyes lenne itt az Üllői út mentén, viszont már reggel volt. Megvirradt, azt hittem elkéstem, elaludtam, de nem. Aztán Annával megbeszéltük, hogy néhány hét múlva, amikor be is szállítjuk majd ugye az órát, akkor meg majd megint két hétig sötét lesz, de most, basszus. Komolyan. Mikor van az állítás? Valamikor... Március vége? Uh-huh. Igen, valahogy úgy. Igen. Na, az majd elrontja a reggel, csak mondom. Újra kicsit, sötét lesz. Nem sok, de egy fél óra viszont, igazán. Viszont este tovább lesz világos, de reggel újra sötétbe jövünk. Na, akkor mert két hétig megint kérek mindig reggel majd egy felest a kávémba. Mint régen, mint a finnek. Az egyébként jó. Szerencsétlenek. Kicsit torzulok, ti is, vagy nem? Nem? Hát nézem a kijelzőt, plusz. Hossz éveken keresztül tartó reggelezés azért torzít az ember. Arcban, fülben, mindenhol, igen, nem tudom, egy kicsit olyan torzult szóló. Várjál, visszaveszek neked. Nézd. Nagyon jó reggeli technikát találtam ki, hogy ne unjam meg a reggeleket, mármint ugyanazt a monoton készülődés, mindig most más úton jövök. Ezt találtam ki. Ja, azt hittem, egy másik rádióban mész be két napon. Egyszer győr felé, egyszer mindig másút jövök, mert rájöttem, hogy rettenetesen szerintem az ember, ha kell föl, akkor minden ember küzd ezzel, hogy ugyanazok a mozdulatsorok, ugyanazok a bevett rituálék, ugyanazt csinálod szinte minden reggel. Átgondoltam, több száz mozdulatsor van, ami nagyjából ugyanaz, nem? Tehát ahogy kikelsz az ágyból, ahogy elkezdesz öltözni, ahogy a kávédért nyúlsz, ahogy lefürdesz vagy nem fürdesz, ülsz be a kocsiba, állsz a busz megálló, minden mindig ugyanaz. Nem vettétek észre? Hogy minden reggel tök egyforma, főleg nekünk, ahol a család alszik, ugyanazon rituálé szerint jövünk el. Ez igaz. Ez szerintem nagyon igaz. De szerintem mindenki életében. Kened a vajas kenyeret, ott ül a gyerek, leellenőrződ a táskáját, úgy megindított. Tessék? Ha, nem neki. Aludjál még. 4 óra van. Nekem még ilyenkor alszik. De hogy szerintem tök ugyanaz minden ember reggel. Nyilván mindenkinek máshogy ugyanaz. Aha. Nem így nekem van? Nekem változatos. Egyszer egy legóra lépek rá, egyszer egy My Little Pony-ra. Igen. Tehát, hogy ez mondjuk megvan benne, és ahhoz képest tudsz üvölteni, hogy a sarokra lépsz, vagy pedig a izé ennek a kicsi póninak a fejére. De nagyjából ugyanaz a rituálé, nem? Nyilvánvaló. Család alszik, kijössz, lopakodsz, garázskapu, vagy lakásbejárati ajtó, nyílik, mész, hívd a liftet, lejössz. Csináljál ilyen trükköket benne, ez egyébként jó, nem én csinálom, hanem én kedvesem. Nyulat a cilinderből? Nem, hanem a fülmögbe. Olyan dolgokat, amik biztos, hogy kellenek a reggelethez, tehát az autókulcs, például már annélkül nem tudsz, azt rábízod a Vikire, hogy ma este ő tegye el valahova. Az a baj, ez inkább stresszforrás. Aha. Dugd el nekem. Ne csesz ki velünk, Feri. De tényleg. Fél hétkor fogok megérkezni. Igen, nálunk viszonylag ismerőt a lakás, oda süt, hogyha valahol fölkapcsolok egy villanyt, akkor az mondjuk a hálószobában, vagy a gyerekhez besütne, tehát nem teszed meg, és óvatosan keresgéled a kulcsot, mert azt a béka valahová eltette. Úgy kell aludni, hogy a nyakadban van akasztva, mint a Balcsi partján, tudod, az öltöző szekrénynek a kulcsa. Igen, csak akkor általában fél hétre jönnék be. Tehát ezzel az a gyerekek túl jól sikerült a bujócskázás. Bocsánat, egy kicsit elkéstem. Na mindegy, most a másik útvonal, ebben látom most a jövőt. Hogy mindig valamin változtatok. Vagy a nulláson, vagy valahogy a hetesen, vagy az M7-esen. Tehát kerülő néha ugyan, de most és nagyon élvezem. Tehát, hogy 37 évesen ez lett a legújabb élvezeti forrásom. Mindig más vonalon megközelíteni rádiót, és ki tudok-e még aznap találni valami más útvonalat. Most végig a hetesen jöttem egy ilyen erdős részen, kicsit megpróbáltam levágni, hogy vissza kellett fordulnom, ez nem sikerült. Úgyhogy az nem volt, hogy kicsit necces volt, hogy ideérek-e, de csak mondom, hogy ha nem jövök, akkor való egy zsákutcában, úton vagyok, csak küzdök egy zsákutcában. Jó, ez de jó. Szórakoztat, tehát rájöttem, hogy ez most ad valami kis adrenalin fröccsöt reggel, hogy már nem figyelek úgy ugyanazon az úton, mert hogy már annyira már az autókat is ismerem, az embereket, mindig köszönünk egymást, már mindenki megvan. Más útvonal, új arcok.
Ma reggel láttam egy Opel Corsát, amit nem láttam az elmúlt egy hónapban. Ez izgalmasan hangzik. De hogy régen láttad már. Nem. Ezt az autót, ezen az útvonalon még nem. Most holnap azt várom, hogy tudok-e vele újra találkozni. És meg tudod állítani, hogy honnan jött, mit akar. De tényleg rohadtul érzem, hogy valamin egy kicsit változtam. Jó ez egyébként. Ez nagyon, én ezt most nagyon élvezem. Jó, hogy ezzel az útvonalon kísérletezel, a szó átvitt meg való értelmével jobb, mint hogyha mondjuk itt tudom én azon gondolkodnál, hogy most elengedett kézzel, jó, most kéz nélkül, most félszem, most mind a két szemet becsukom. Igen. Tehát, hogy jó. Én például tusfürdőkkel dobom fel a reggelmet. Na, látod, hogy az is egy jó. Tényleg egyébként azt vettem magam észre, hogy tusfürdő fetisista lettem, és többfélét mindig az alapvető hangulatomnak, vagy az akkori hangulatomnak megfelelően használok fel. Van otthon, most Kókusz Jani vagyok, most kókuszosba utazom. Nagyon szeretem. A Mónika hív így, vagy te magad? Hát most ez egy kölcsönös megalapodás kettőnk közt. Én így is köszönök el tőle. Tehát amikor küldök neki egy SMS-t, vagy amikor befejezek egy beszélgetést, akkor mondom neki, hogy Kókusz Jani kiszáll. Mert most nagyon rá vagyok gyógyulva. Találtam egy ilyen kókuszos tusfürdőt, és eleve imádom az illatát, és akkor ezt szoktam. És van mellett egy cseresznyés, de az uh-huh. is nagyon kellemes. Van egy kecskesajtos áfonyás, az szappan. Kecskesajtos áfonyás, szappan. A szappan. Ez a kecskesajtnak nincs jó, tehát az egy ilyen... Az egy elég markáns sajt, és kecskesajtos tusfürdővel fürdőd. Hát ez igaz, vannak itt álcázó illatok az asztalomon, úgyhogy hogy azokkal keveredik, illetve van egy ilyen mentolos ilyen sportus fürdő, és ezeket variálom így napról napra, éppen a megfelelő, annak a hangulatnak megfelelően, hát amiben ugyanaz, éppen érzem magam. Ez ugyanaz, amit én csinálok. Te akkor te is megpróbálsz valahogy a reggelekben így változatosságot keresni, hogy ne legyen az, mint 10 millió embernél, vagy 100 millió embernél. És ez nem arról van szó, ugye, hogy nincs kedved munkába menni, hanem effektíve a reggeli rituálén akarsz egy kicsit változtatni, és akkor jól esik cseresznyéssel fürdeni a kókuszos után. Ennyi. Nem? Így ugye? Van. Pontosan erről beszélek. Igen. A monotonitás az mindig maga után hoz egyfajta fásultságot, és én ezt a fásultságot, ezt cseresznyi illattal, kókusz illattal, kecsketei illattal próbálom meg. És mikor jön el a pillanat, amikor kis vegyészmérnökként reggel mixeket készítesz majd magadnak, figyelj. Vagy az egyik kezed kókusz, másik cseresznye. Most azt gondolod, hogy vicces vagy, de nem. Nem vicces, kaptam, hogy kérdeztem. Hogy figyelj, nyitott kapukat döngesz, Feri, mert például lehet kapni mentolt. Aha. A gyógyszertárakban. És hogyha például a semleges tusfürdőbe, aminek különösebb illata nincsen, ezt a mentolt belekevered, akkor kapsz egy nagyon jó, nagyon kellemes, ilyen sportos jellegű tusfürdőt. És ugye akik rendszeresen sportolnak, azok tudják, hogy egy igazi felüdülés, mondjuk a sportolás után egy olyan tusfürdőt használni, aminek van egy ilyen kis frissítő. Aha. Igen. Jellege. Főleg a lágyabb testtájakon, mert ott meg aztán pláne nagyon így kellemes bizsergés érhető el. Mékenek. Jaj, de jó. Nem is megyek, már zárnak. És nagyon kellemes tud lenni. Tehát, hogy tudnék kutyulni egyébként otthon. De hát... Igen. Na, erről beszélek. A reggeli rituálék megváltoztatása ez. És ha lenne BKV, most erősen gondolkozom, az egyik reggel bejönnék. Csak ott másfél óránként jár a busz, ahol én lakom. Gyere be az első BKV állomásig, ott leteszed a Verdát, ha biztos van valami őrzött parkoló. Kiszállsz. És akkor szépen meggondolod magad, visszaszállsz és bejössz. Megijedek, körbenézek, ne hagyjuk, visszaszállok a kocsiba, és aztán eljövök. Lehet, ilyen kis apró trükköket kell most kitalálni igazából. Őzeket néztem ma reggel. Szerintem őzeket ütszel. Egy sem volt. Már a szántóföldön, de elkaplak rohadék. Egy sem volt, mert hogy nincsenek arra őzek, de legalább néztem őket. Hát hogy vannak. Vagy voltak, csak nagyon jó a rejtőszínük. És ezért nem láttad őket. Lehet, hogy egy rakásőz volt mindenfelé. Csak fekszenek a földön, és igen. Ott nem látszik, mert most nincs hó. A másik, amit csinálok, ami most rettenetesen szórakoztat, hogy mindig egy olyan ébresztő hangot állítok be magamnak, ami nem tudom, hogy szól. És várom a reggelt. Azt szerintem az veszélyes. Hogy milyen hangon fogok megszólalni az ma veszélyes reggel. Szerintem. Ma majdnem összeestem, tehát a Viki fölül derékszögben, a gyerek kicsit, a szomszéd átlőtt, hogy mi volt ez a hangom. Olyan fura hangot sikerült beállítanom rá, de sem találtam meg a kinyomó gombját. Többféle élvezeti faktor van az életemben. Milyen veszélyes az életem. Az a baj, hogy idegen útvonal, új ébresztő hangok, azt a mindenit nekem. Ha nem megszokott ébresztő hangra, lehet, hogy nem kezd fel pont azért, mert hogy egyébként nem. Azt hiszed, hogy ez van, hogy az bármi, enyémre fölkezd. Mert a gyereknek valamelyik zenélős játéka megszólalt a doboz. Az enyém úgy szó, hogy 5-10, 5-15, 5-20, tehát nekem annyi szundim van, mint szerintem senkinek. Tehát, ha le is nyomom, már ott van, és visszaszámol, hogy mikor szólal meg az újabb szundi. Csak agyon tudod verni. Meg rezgőre állítsd, és tedd kemény felületre, tehát az éjjeli szekrényre magad mellé, ha van, vagy a padlóra, és akkor... A mellizmomra?
Vagy esetleg oda, igen, meg a makkodra is kötheted, nem tudom, és akkor kicsit így megrázza reggel, az biztos jó. Tehát, hogy a zenére nem ébredsz, én a rezgésre is ébredek. Igen? A rezgés az nekem nem. Az nekem nem. Jó, de ne a párnára, tehát ott nem rezeg. Vagyis rezeg ott is, csak ott nem hallod. Hetes erősségű. Mit lehet még csinálni? Tessék, találjunk még ki, amivel minden ember egy kicsit változtathat a reggelén. Mi az, ami jó? Mi van? Ugye gyereket indítod el az iskolába, te indulsz el a munkába, úgyhogy még a család alszik, vagy egyszerre indul a család. Ugye nagyjából ezek a verziók vannak. Mivel tudod még a reggeledet úgy feldobni, hogy egy kicsit érezd, hogy kizökkentél abból, ami van? Ott az a baj, hogy olyanokat nem tudsz csinálni, hogy most a ma a gyerek hétre megy, holnap kilencre. Te tudsz, csak nem örülnek. Igen, viszonylag sok lesz neki a hiányzás, illetve nem írják jóvá neki, hogyha egy órával korábban ott van. Nem, ugyanúgy időben elindulsz, tehát nem azon trükközöl, hogy elindulnál más, hogy csak magán a reggelen próbálsz egy kicsit valamilyen úton, módon változtatni. Ma te vezetsz, Benni. Igen, biztos van egy csomó minden, nem? Reggeli készítés. Lehet, hogy valami új dologba lehet belevágni, hogy valamán csinálsz egy másfajta reggelit, mint a 26-szorra megkered a mézes kenyeret, amit a gyerek szeretnek, próbálsz neki rántottát. Mit tudom én? De lehet, valamivel kísérletezni. Egy gyümölcsitalokkal is variálok. Tehát, hogy reggel konkrétan olyan, mint egy ilyen koktélbár. Tényleg. Tehát, hogy kicsit olyan jelleget ölt reggel a konyhai készülődésem, amikor ugye magamhoz veszem a vitaminjaimat, hogy mixelek egy kicsit, kis facsalok bele, egy kis citromlet, jó, most kis répalevet, oké, most narancsot, itt van most ez a jó kis, hogy hívják, a rostos körte, ebből is egy picit bele, és a végén gyakorlatilag már kicsit olyan, lesz, igen, most már egy ilyen sékert is fogok venni, tudod, és akkor a végén egy ilyen laza mozgattal beledobok egy ilyen kis szétnyitató papíresernyőt. Erre neked reggel van ilyen energiát? Sékeljél ott magadnak ital? Hát egyébként azért is, mert egy nappal korábban, ugye este lefekvés előtt, oda is készítek egy pár dolgot. Tehát citromfacsarót lerakom, pohár lerakom, ott vannak kint a vitaminok, minden az asztalon egy pakba, és a hűtőbe is be van készítve minden. Azt szoktam csinálni például, hogy a táskámnak nem húzom be a cipzárját, hogy lássam, hogy még valamit be kell tennem. Micsoda trükk. Hogy nehogy befelejtsem a kaját. Ha viszont kinyitom a hűtőszekrényt, ott van bent a kaja, akkor ott van mellette a citrom is. Aha. Nem felejtem el. Jó van, érzem én. Itt. Tehát te már régóta csinálod ezt, amire én most jöttem rá. Tehát te már egy ilyen önszorakoztató vagy. Igen, bőven értem én. Valaki azt írja, hogy mekkora burzsúly vagyok, mert négy tusfürdőnk van egyszerre, de... Hát azért egyébként de nem fogy el, tehát hogy alapvetően ugyanannyit fogyasztunk, csak éppen érted, nekem ez a négy most így elég lesz fél évre. Hát amennyit egy tusolásra elhasználsz, egy adag tusfürdőt, szerintem azt én meg se érzem a kezembe. Tehát, hogy az nálad nem is habzik. Én azt ki sem nyomom a flakomból, mert azt mondom, hogy nem, már üres. Tehát, hát a felesleget természetesen visszakaparom. Holnap csináld hátrafelé az egészet. Tehát ahogy fölkelsz a fürdőszobáig hátrafele menni, ha? Még teker rajta egyet. Mondjuk nem rossz. Ugye? Az már egy picit megbonyolítaná szerintem a dolgokat. Igen. Na mindegy, jó van. Oké, gyerekek, mondjátok meg nekem. Megmond, annyi minden hogy, ez értetek. Ha tudjuk, akkor megmondjuk. Hogy tud egy utasszállító eltűnni? Ez mióta ez a hír kijött engem, ez nagyon-nagyon lázban tart. Leginkább azért, mert ugye most jöttem haza egy hosszú útról, és nagyon testközeli a dolog. Leginkább azért ugye, mert hogy itt már nem arról van szó megint sajnos, hogy valahol egy IL-18-as, nem tudom, mit tudom én, Tadzsikisztán mellett egy katonai terszállító, hanem egy modern, jól felszerelt, brutál jó technikával ellátott, szinte soha nem balesetezett Boeing esett le emberekkel a fedélzetén. Ez már nagyon ritkán történik, nem? Utoljára ugye volt 2000... Ha leesett. Ha leesett, igen, de hát tételezzük mert fel. Hogy gyakorlatilag semmit nem találtam. Igen, mondjuk amikor 2009-ben az a Rióból jött haza az a gép, és belezuhant az Atlanti-óceánba, azt is 2 évig keresték egyébként, mire találtak valamit, pont tegnap olvastam egy cikket, még fura is volt a 2 év, azt hittem, hogy előbb megtalálták, állítólagosan azt is 2 évig keresték. Hova tűnik el? Hogy van ez? Keresik a kínaiak, keresik a vietnámiak, keresi mindenki, és nincs meg a repülő. Most nem találtak valami csónakot? Nem, kiderült, hogy nem hozzá tartozik. Maga a fekete doboz, az hogy van? Az nem tud sugározni egy jelet? Ha beesik a vízbe, akkor vízállóként akkor is jelet sugároz? Vagy ha fölrobbant a gép, akkor a fekete doboz is szétment? Hogy a francba tud eltűnni egy utasszállító? Ráadásul visszafordult. És nem tudják, hogy akkor miért fordult vissza, vagy mi a fene történt. Nem adott hibás jelzést, zuhanás közben már egyébként a gép ad jelzést, tehát azt is tudniuk kellett volna. Tehát akkor nem zuhant le valószínűleg. Tehát valószínűleg nem zuhant le, és nincs meg. Mi lehet, a fene hogy ezek történt? Leléptek.
az egész kompletten az egész csapat lelépett valahol. Hogy eltérítették a gépet, kiütötték a jeladó egységet, ez is egy teória egyébként, és valahol leszállt. Már régen Hawaiian koktélozik az egész csapat. Tehát ugye ott azt tudjuk, hogy voltak lopott útlevelek. Valami nem stimmel, régen, igen, hamis útlevelek, lopott útlevelek, tehát van ott 5-6 ember, akinek nem kellene ott ülni. Igen. Ez döbbenet, és ez egy Peking, Szingapur vagy Malázia, tök mindegy. Tehát ezen bárki ott ülhetett volna ezen a gépen. Értitek, hogy mit akarok mondani, hogy ez egy olyan járat, ami lehetett volna most 8 magyar, 10 magyar, de ha nem volt egy se, nyilván az is szörnyű. Hogy tűnik el egy utasszállító? Azért érdekes a sztori, mert hogyha ezek az emberek, akik hamis útlevéllel mentek föl terroristák, akkor nyilván, hogy ők azért akarták elfoglalni a gépet, hogy valamit csináljanak vele. Tehát akkor ott már lett volna követelés, hogy kérjünk 5 kiló aranyat, amit te milyen repülőtére, vagy neki vezették volna valamihez, vagy valaminek a gépet, érted? Tehát, hogy valószínűleg nem terroristák, vagy terroristák, csak megakadályozták őket benne, és közben lezuhant. De ha lezuhant, akkor miért nem ment a jelzés? Akkor miért nem ment a jelzés? Igen. Igen, ha bármilyen technikai baj volt, meghibásodik a hajtómű, akkor is még ott van a másik, meg azt azonnal leadja ugye a gép. Miért fordult vissza? És effektíve nincs meg. És tegnap olvastam egy cikket a történelemben nagy eltűnésekről. Van egy pár ilyen, amit azóta nem tudnak megfejteni. Utasszállítók, Bermuda háromszög, amik úgy tűntek el, összeszedték egy cikkben, hogy nincs rá épkézlen magyarázat. Nincs. És nincsenek meg a roncsok, és nincs semmi. 3-4 ilyen gépet tudott összeszedni a cikk írója, nagyon érdekes volt. Ez egyik pont a Bermuda háromszög fölött, ami úgy tűnt el, hogy nem tudják azóta, hogy effektíve hova tűnt. Nagyon komoly. Terrorcselekményre nincs ráutaló jel, nyomok nincsenek, semmi nincs. Az utas listán nem szerepel David Copperfield neve? Hát nem. Gyalos. Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván ez a repülő sajnos lezuhant. Valószínű, hogy terrorcselekmény volt, és valószínű, hogy fölrobbant. Előbb-utóbb fognak valamit találni, nyilván nagyon nagy területen kellett, hogy évek múlva találnak majd valamit, de mégis baromi nagy rejtély. Hát igen, csak az tényleg az a durva, hogy nem tudják behatárolni magát a területet, ahol az egész történt. Tehát, radaron nem követték? De radaron követték, visszafordult, és utána eltűnt. És nincs meg. De azt is elviekben tudniuk kellene, hogy hol szűnt meg a jeleknek a sugárzása. Hát igen, de utána még lehet, hogy tudom. A másik kérdés meg ténylegesen, amit te is említettél, a fekete doboz. A fekete doboz. Tehát elviekben, ami az esetek többségében narancsárga, hogyha mondjuk ez egy modernebb típus, akkor ennek kellene kibocsátani már ilyen víz alatti szonárjeleket, amiket nyilván észlelniük kellene. Tehát, hogy gyakorlatilag szinte elpusztíthatatlan szerkezetről van szó. Igen, tényleg, amikor az ember elolvasta, szörnyű volt, és én mindig azon gondolkozom, hogy mi történik ott abban. Most senkinek nem akarom elvenni a kedvét, meg vidám témákkal foglalkozunk, csak azért az ember agyán ilyenkor átfut az utolsó egy perc, hogy ott mi történhet. Ugye 10.000 méter magasan vagy, onnan, ha mondjuk te zuhansz, akkor minimum egy perc. Ott ülsz, becsatolva, mondjuk alszol. Ugye? Aha. Hallasz egy nagyon nagy puffanást. Szerintem ez nagyon gyorsan történt ez de a dolog percet most. Van, míg leérsz. Nem, szerintem... A robbanás akkor igen. Szerintem sokkal, de sokkal gyorsabban történt ez a dolog. Megmondom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert mondjuk szeptember 11-i kapcsán is rengeteg SMS, üzenet, stb. Még kiment. Szóval most, hogyha egy percet lett volna... Állítólag kicsöngenek a telefonok. Ezt mondom. Állítólag egy-két telefon még kicsöng. Na, ezt mondom. Kicsöngenek a telefonon, gyerekek. Ez benne volt egy tegnapi cikkben. Ha egy perc lett volna valakinek hátra, például, hogyha én egy ilyen szituációba keveredtem volna, akkor nyilván már nem foglalkozok azzal, hogy mindenki kapcsolja ki, legyen szíves a telefonkészüléket, mert zavaratja a fedélzeti visszereket. Abban a pillanatban bekapcsolom és küldök valamit. Ezért tudsz küldeni, 10.000-ről nincs térerő. Tehát ha te 10.000-en bekapcsolod a telefont, ott semmi nincs. Ha amikor szállsz le, és hogy 2.000-en vagy, akkor megjön egyszer csak a térerő, kapcsoltam már be telefont. Ezért mondom, hogy nagyon gyorsan történhetett. Igen. Na de akkor miért csöngenek ki a telefonok? Tehát akkor az egyik cikkben az volt, hogy még egy-két telefon kicsöngött pár órával azután, hogy a gép eltűnt. Ha fölrobbansz, nem tudsz kicsöngeni. Ha lezuhansz, tengerbe csapódsz, nem tudsz kicsöngeni, mert nem, tehát az a darabokra szakad, ugye azt mondják, hogy 100 méter magasról már mindegy, hogy betorra vagy vízre esel. 10.000 méterről szinte nincs különbség, ha csak nem lelavíroz a gép. Aha. És leteszi, ha zuhan, akkor nem. Órákkal később még kicsöngtek a telefonok. Az hogy? Na azt hogy? Ez a döbbenet. És azt például nem tudták azonosítani? Az is egy érdekes, hogyha kicsöng egy telefon, akkor ilyen cella információ. Hát próbál, nyilván vannak. Egy csomó mindent próbálnak, persze, meg azóta zajlik a nyomozás, hogy az hol csöngött ki. De állítólagosan egy-két telefon még kicsöngött. Ez az is döbbenet, hogy akkor hogy a fenében? Az eltűnés után pár órával. És mi van, tehát hogy mi van abban, azt képzeld, mi lehet abban az egy percben? Mondom, mi akkor szálltunk le, ez egy pár napos hír, mindegy rezdülésre, én is nem szeretek repülni egyébként, nem nagyon szeretem, nem egy jó érzés. Hogy nem te irányítasz.
mondjuk érzed, hogy zuhan a gép, és van egy perced, az valami, hát az nem is... Az ezért nem is szeretnél a vágóval műsort vezetni. Hogy? Már nem jó érzés, hogy nem te irányítasz. Igen, mert valahogy nem szeretem. Na mindegy, holnap szeretnénk ez ügyben megszólaltatni majd egy szakértőt, aki elég sok helyen nyilatkozott, hogy beszéljen nekünk erről, hogy mégis mi lehet. Nyilván a legrosszabb persze, tehát abban már senki nem reménykedik, hogy ez egy rengeteg a kérdőjel. De rengeteg a kérdőjel, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon érdekes, hogy hova fenébe tud eltűnni egy utasszállító. Na jól van. Az, hogy a riói gép hamar meglett, a fekete dobozt találták meg 2 évvel később, mert nagyon mélyen volt az óceánban. Igen, akkor emlékszem, hogy valami 2 évvel később tudtak csak rájönni és elkezdeni nyomozni. Ott ugye a pilóták hibája, meg a vihar, meg egy csomó minden, ami oda vezetett, hogy ez megtörténjen. Oké, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Tegnap. Te voltál. Egy nagy harcban egy 10 évest nyírtam ki. De egyébként ügyes volt. Nagyon jó játszott. Meg ez élet egy harc, és minőről felkészítik ezeket a fiatal srácokat, annál inkább meg tudják majd állni a helyüket. Igen. Meg nekik ügyetek. Ma is legyen egy 10-es. A játék nagy élmény. 7:30 múlt pontosan 2 perccel, aki szeretne velünk küzdeni, írjon nyugodtan SMS-t, bármilyen hangvételben mindennek örülünk, arcoskodni is lehet. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 3:47 múlt pontosan 5 perccel, hello mindenkinek. Mérnek a 85-ösön az Ikrényi leágazónál. Zomborai úr küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán az M2-esen 3 autó ütközött, a rendőrség már helyszínen, kisebb dugó van, kialakulóban. Pilis Csaba elején a 10-es úton Budapest felé szintén mérnek, ezt Kopasz küldte nekünk. És a 42-esen Mező Péterd, nem... Peterd. Peterd, Mező Peterd, így van, előtt kamion az árokban, emiatt torlódás van, ezt Louise küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, 1-0-ra vezetünk, hát ez még messze a hétvége, úgyhogy semmi nem dőlt el, már itt is van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Rita. Rita, honnan hívsz minket? Hello. A nap sütötte Ajkáról. Oh. Ott is, igen? Igen. Na, milyen jó. Milyen jó. Mit csinálsz? Mit dolgozol? Hát, mit dolgozok? Gyógyszertárban dolgozom, de jelenleg szabadnapos vagyok, és itthon vagyok. És benneteket hallgatlak. Ó, de jó. Minden reggel. De jó, szabadnapos vagy. Hát akkor ma nem. Akkor ma pihensz egy kicsit. Rendezed az otthoniakat. Mit csinálsz? Egy gyógyszerészként dolgozol? Nem, gyógyszertári asszisztensként. Gyógyszertári asszisztens, aha. De jó. Adam, mit csinálsz pontosan? Az micsoda? Hát lényegében mindent, ami a gyógyszertári munkához kapcsolódik. Uh-huh. Velünk találkoztok, ha bejöttök a patikába. Az ugye, amit láttok belőle, de hát azon kívül számtalan dolog van még, amit meg kell csinálni. Ugye mi készítjük a... amit felírnak nekik. Krémeket, kenőcsöket, cseppeket. Igen, ott minden patikában van egy ilyen titokzatos folyosó, ahogy eltűnnek néha, és onnan kihoznak bizonyos dolgokat. És ahol ott sűrök, forog néhány olyan ember, aki nem jön ki előre, csak ott hátul matad. És mindig gondolkozunk, hogy bemegyek, hogy vajon ott mi történt a laboratóriumban. Ők a gyógyszertári asszisztensek. Ők a vegyészek, igen. Kivel szeretné játszani, Rita? Ferencünkkel, hogyha lehet. Ferenc, nagyon jó. De tegnap is én játszottam. Se játszál csak. Hát az egy dolog. Jó, ma semmi. Meg egy új nap van. Kezdjük is. Ebben neked igazad van, Rita. Sose jó. Bán. Jani? Nem, Feri jön játszik. Ja, tényleg. Na, 3, 2, 1, fire! Ajka Bakongyepesi vagy? Ajkai vagyok. Rita, csak Ajka? Csak Ajka. Sima Ajka. Bakongyepes az egy kerülete. Arrébb van mennyivel? 5 kilométer? Kb. Körülbelül. Milyen ruhába kell járnotok be a gyógyszertárba? Van ilyen hivatalos? Bejárni civilbe. És bent? Bent. Van hivatalos ruhába. Így van. Uh-huh. Ez most becsapós volt. Becsapós? Színére gondolsz, gondolom. Ugye? Persze. Csak is. Kérdezni szeretnél, ha már engem választottál? Mondjad inkább. Én nyomja vég az 1 percet, Rita. Hát válaszolni fogok. Passzív leszel, azt tudod, ugye? Elkerülöm, hidd el. Ha így játszol, akkor pedig passzív leszel. Visszatérünk a ruhára még?
Egy perc után. Akkor már beszélhetünk majd róla. Jól van, hát gyakorlatilag akkor én kibeszéltem ezt az egy percet, hurrá hangulat. Letelt az egy perc! Igen. Igen. Rita konkrétan semmit nem csinált ebben az egy percben. Igen, érdekes. Hát a válasz az nem, az jönnének. Igen, csapdákat állított felé, szépen kerülgetted, nem mondtál túl sok mindent, de ahogy a csapdákat elkerülted, az szép volt. Az igyekeztem, mert már egyszer kikaptam a Ferenctől, azért őt választottam meg. Tényleg? Már egyszer megvert? Hát már évekkel ezelőtt, és már vártam azt, hogy legyen egy... És azóta minden reggel úgy keltél, hogy de jó lenne, ha vissza tudnám adni, és évek múlva sikerül. Nem minden reggel, de rengetegszer jelentkeztem azóta is játékos. Tüske volt ez benned, ez a vereség, igen. Úgy tűnik. Igen. Nem, mert nem érzem azt tüskének, mert imádlok benneteket. Hát, jól van. Rutinosak vagytok, mondtam az Annának, ti minden nap játszhatok, mi meg. Ez a második alkalom, úgyhogy az meg nem rossz. Megadjuk az ajándékcsomagot, jó? Mert ügyesen kerülgetted a csapdádat, úgyhogy, vagy a csapdákat, úgyhogy küldjük neked, jó? Oké, köszönöm, sziasztok! Köszi, köszi Rita, ciao! Hello, hello! De jó játszottál Feri egyébként. Meg minden megköszönjük. Kevesen beszél, kevesen beszél. Ügyes vagy. Igen. Köszönjük, gyere ide! 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 7 óra, múlt pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani, hello! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, kedvan, nem kell nagyon fölöltözni. Egész héten jó időt mondanak, 10-akárhány fokot, melegedő napot, mit mondják még, ami... De majd napközben az lesz, de most pont igen, hát most még az időjárás jelentést a 15-re, úgy van, hogy 1/15, tehát most még azért hűvös. Igen, azért nem kell nagyon fölöltözni, éppen ránéztem a telefonomra, frissítés után Budapest -1. Az lehet? Az nem lehet? De. Igen? -1? Hát nem megbízhatok ezek a... Hogy hívják? Hagyjad már megint. Igen. Szóval a lényeg, hogy napközben legalábbis jó idő lesz, meleg lesz, és egész héten egyre jobban felmelegedő napokra lehet számítani. Van a közlekedés híreink, jött sok, 83-as pápa elkerülőn szürke autóból mérnek, ezt Mazsola küldte nekünk, köszönjük szépen. Mérnek a 85-ösön és az Ikrényi leágazónál, Zorombai úr üzente, néhányan mondják, hogy passzív volt a játékos. Igen, ez a passzivitás, ez mindig egy szubjektív dolog, ügyesen került el ugyanakkor néhány csapdát, most jó indulatúak voltunk, vagy jobb indulatok megadtuk, de meg lehetett volna inteni passzivitásért, ezt mindig nehéz eldönteni. Súrolta, nem? Aranyszívünk volt, na. Aranyszívünk volt, megadtuk, így van. Az M2-esen 3 autó ütközött a rendőrség már a helyszínen, és emiatt kisebb dugó is van, valamint Pilis Csaba elején a 10-es úton Budapest felé mérnek. Ezt írta Kopasz úr. Jött még egy Mezőpetert előtt, kamion bezuhant az áruban 42-esen, és emiatt torlódás van. Köszönjük szépen. Adjatok valami tippet, a sárkányt hova vigyem? Ez a házi sárkány, mint feleség? Erre gondolom a pisztú? Aha, valószínű. Mondani akartam, hogy lehetőleg egy, mit tudom, egy lankás domboldal, egy pici szél azért legyen, és hogy városon kívül, de hát akkor ez egy másik sárkány. Akkor ő valószínűleg wellness-t szeret. Igen, kéne tudnunk, hogy milyen alkalom, mi történik, mit szeret, ezt így, hogy hova vidd, ez így egy picit, ez így picit nehéz. Igen. Nagyon szeretem a műsort, hála az internetnek itt Norvégiában, és a Morning Show-ra ébredek, írta nekünk Zsófi. De jó. Ez annyira jobb mindig belegondolni, hogy valahol a világ a másik részén. Jó, persze Európáról beszélünk, de akkor is. Hogy azért nem itt van a szomszédban. De tegnap kaptam pont egy levelet így a Facebookon, hogy valaki felhasznált egy ilyen fotót rólam, egy iskolai versenyt, és akkor mondta, nagyon megtisztelő, köszönöm szépen, valamivel beleaplikálták, és mondom, mi van a versenyen? Szóval, hogy még nem tudom, mert én arra vagyok 8 órában, mondom, hol valami Denverből ért, vagy valahol. Ott volt valami verseny, igen, ahol valami... Igen, és valahogy kikerült egy újság, amiben én benne voltam, mint én 2 évvel ezelőtt, és akkor kivágták, föltették a képet, nagyon aranyos volt, de így belegondolsz, hogy ott, hogy, honnan? Igen. Na gyerekek, mi ez itt a kezemben? Ez jégkaparó. Aha, mi ez itt a kezemben? 10 darab jégkaparó. Újra feldolgozható a műanyag. Csak mutatom, ez a holnapi repertoár. Hoppá! Istenem, a holnapi repertoár, gyerekek, 10 darab CD, mindegyik 16 darab számot tartalmaz, 160 darab zene, annyi nem lesz holnap, de ebből lehet kiválasztani, vagy ebből tudjuk majd kiválasztani azokat, amiket kedvelünk. Ezen magyarok is vannak, tehát nem csak külföldiek. Ugye holnapi külföldi retronapot tartunk. Elsősorban... Mondtuk, hogy... Csináljunk majd egy magyart külön, de az megint egy más élethelyzet, de meg kell csinálni azt is. Mert onnan is van merítés. Onnan is van merítés. Gyerekek, vedhettek rá egy pillantást.
Csak így körbeadom. Engem csak az érdekel, hogy lesz Bajlandó, vagy nem lesz. Lesz. Adj egyet nekem is. Hogy milyen nagy zenék vannak, hogy mennyire fogtok ennek örülni, amikor ezeket így elolvasod, hogy mit tudom, Notorious B.I.G. meg Salt-N Pepa, meg Dr. Alban. Neked melyik Dr. Alban van meg? A Hello Africa. Nekem a Sing Hallelujah. Igen, Fun Factory, Labush, Real McCoy, tehát olyan előadókat olvasol már el ezáltal, a kis CD gyűjtemény által, amit egyébként egy hallgatónk segített összetenni, nagyon kedvel minket, megcsináltam. Peregi Laciról van szó, mikor már először hallotta, hogy Best of gyűjtemény lesz, akkor mondta, hogy ő ezzel tud segíteni. Zseni. Tehát csak mondom, a Technotronic, meg Mr. President, CNC Music Factory. Ecuador. Hogy ezekből szemezgetünk holnap. Hát ember legyen a talpán, akiből ki tudsz edni tizet, mert szívem szerint mindegyiket leadnám. Tehát Grandmaster Flash, meg ilyenek is. Ilyenek is vannak, az kicsit talán régebbi, de hát meg a minőségibb. Igen, Los Dario Macarena is ott van. Úgyhogy, és ott van, majd mutatnám a 17-es tracket a te figyelmet bajával. Mi az? Bailando. Tudom, hogy ez volt a csengő elbott régen. Igen, de hát. Mielőtt rocker lettél volna, a Paradiso Bailandóba azért sűrűn belehallgattál. Ó, Istenem. És itt van a Day by Day, amiről beszéltünk tegnap. Amiről te könyörögtél, hogy az ne legyen. Aztán én azt nem kedvelem. Hát ahogy gondoljátok, de Regina Day by Day. A Regina Day by Day, ezt még régen ezt nagyon sokat játszottuk. Még az előző rádióban, Damba. A Regina Day by Day az nagyon ment ott. Az nagyon, ezért nem kedvelem. Sokszor kellett tenned? Sokszor kérték, amikor még kívánság műsort csináltál? Jó volt az. Igen, az Reginától, így volt. Reginától. Regina, vészreállás CD. Na mindegy, szóval ezt így jó nézni, úgyhogy holnap ezeket leválogatjuk. Hát nyilván lesz, akinek lesz egy kis hiányérzete, most nem előre mosakszom már. Nem lehet kielégíteni minden igényt, egyszerűen lehetetlen. Lehetetlen, tényleg. Tehát ilyenkor beszélünk kicsit a retro napról, és már 600 SMS jön, hogy melyiket adjuk, meg mi legyen, meg tényleg Culture Beat, meg Salt-N Pepa, meg Snap, meg Nana, meg mit tudom én. Megpróbáljuk a nagyját. Figyelj, a Paradiso helye gyakorlatilag ugye megkérdőjelezhetetlen, tehát hogy a Bailando? Hát a Bailandónak ott kell, hát a Bailandónak ott kell lennie, hát a Bailando nélkül nincs. Adja úristen. Figyelj, nekem most 3 hete ezek szólnak a kocsimban, mert ezeket hallgatom, úgyhogy szerintem szeretni. Három dal óránként, az 12 nóta. 12 nóta megy le max. Igen. Igen. Ha csak nem ilyen kis rövid rész. Ha csak nem egy perces megszólalásaink lesznek. Aláfestő zenének is. Az lehet, behúzogálhatunk olyanokat, persze, amik alatt szólnak. Igen. Kérdezni is akartam egyébként, hogy botox, vagy ilyen aranyszálas kezes, hogy tűnnek el a szarkalába, de ezek szerint ezért. Hetek DJ... óta hallgatod a fiatalságod legmeghatározóbb zenéi. DJ Oti, ha dolgozhat és kiteljesedhet, és átadhatja a szeretetét, a retro zene szeretetét a hallgatóinak, akkor DJ Otiról eltűnnek a ráncok. Tegnap ott valakivel beszélgettem, ben voltam a tévében, hogy ezek alapjából nem jó zenék önmagában, hanem ami élményt felhoz, az a jó, nem? Tehát tényleg nem mondja nekem senki, hogy a Snowtól az Informer, vagy a Rednextől a Cut and Eye Joe, milyen zenék. Na most azért, ahogy neked mi kötődik a Cut and Eye Joe-hoz? Semmi, meg az már ilyen 97, 98, 99, tehát az már egy kicsit régebb, vagy korábbi. De hogy önmagában nem a zene volt jó, mert tényleg zeneileg ez rohadt nagy szemét, nem? De tényleg. Hát, és komolyan mondom, tisztelt a kivétek, mint a Stereo MC-t, vagy amit a Warren G, tehát azok voltak jó. Hanem amit fölhoz ezáltal, nem? Tehát amit te majd holnap eszedbe jut, hogy akkor éppen egy balatoni stégen, vagy éppen valahol, mit tudom én, Fogyódon. Az úgy kigyósi aranykalászpresszóban. Az aranykalászpresszóban, vagy holnap úgy csináljuk majd, hogy meghallgatjuk a zenét, és mindenki megírhatja egy adott zene alatt, hogy neki arról éppen mi jutott eszébe, hogy a retronapot úgy hozzuk be, hogy legyenek élmények is. Tehát emlékszem, amikor ezt a zenét hallgattam, akkor egy Balaton fenyvesi stégen, 93-ban egy kislány gyömöszöltem, de rettenetesen szőrös volt. Igen. Tudom, hogy nem hagyta magát, és az anyukája talált meg minket a nádasban, egy kiszüdülőben. A Rednekről beugrik majd Ferinek a gyerekkora. 93-ban ott már nem. A csűr, a pajta. Konkrétan ugye ennek a Cut and Eye Joe-nak egy pajtában forgatták le a videóklipjét. Olyan is volt. Úgyhogy várunk majd élményeket is, jó? Hogy kinek melyik zenéhez éppen milyen korszaka fűződik. Videodiszkóban hallottam először, szőke kólát ittam, és ott még a videodiszkó, emlék videodiszkó? Bocsánat. 22 darab videója volt a embernek, az ment körbe. Videodiszkó? Igen, és az volt, utána volt olyan is, amikor már nem volt több klipje, ugye azokat lenyomtam, mindig azt a 10-valamennyit, amennyi éppen volt, és utána zenét tett be, CD-ről, de ment körbe a klip, igen.
Ezekre már a mostani generáció, vagy hát az utánunk jövő generáció, aki hülyén néz, hogy mi ez a videodiszkó? Tehát ez az mi volt? Amikor erről holnap beszélünk, elmondjuk, hogy drága hallgatunk, volt olyan is, amikor. Mi az a videó? Igen, videó, tényleg. Van még ilyen? Használnánk még VHS, nem hát, hiszem, nem DVD, Blu-ray, nekünk hát is. Megvan, de egyébként kazettátnál nem tudsz kapni. Pont akkor vettem meg egy négyfejes, egy nagyon, nagyon jó minőségű kis japán videót, amikor vége lett ennek az egész sztorinak. Csodálkoztam rajta, hogy milyen ócsó. De vannak még otthon kazettáim. El vannak még téve. Igen. Na holnap ti is gyűjtsetek élményeket, egy-egy zene, mindenki jusson eszébe, hogy jöjjünk retro ruhába? Én mindig abban jövök. Jó, igen. Hát azért. Te jó, nagy 90-es persze. Évek vagy, Jani, ne felejtsd el. Tehát, csak akartam mondani azért most a mellyén a feliratot. Azért, haló. Gyerekkollekció, azért, csak de mondom. Mindegy, de most azért odavertél. Azért ez nem egy olcsó János. Nem. Ugye, nézzél csak rá, hogy van ráírva valamivel. Mellére. Véletlenül összefogtam haló. Valamivel a turiban. Olcsó János, persze. Ezt kaptad? Tessék? Vagy ne, ki nem mond? A márkát nem, nem csodálkoztam, hogy milyen drága azt. Volt. Nem, volt a tetején egy, hogy hívják, egy fehér póló, és összefogtam véletlenül a kettőt, és aztán... Most nézem, figyelj, hát ebben a boltban egy ilyen pulóver, az nagyon-nagyon drága. Eredeti? Nem. Most ma van. Most megmondom neked, ez mennyibe kerül a boltba, szerintem meglepődnél. Tudod, mennyi egy ilyen pulcsi, ha ez eredeti most? Szerintem ezt nem is tudtad. Ez egy olyan márka, ami rajtad van, gyerekek, ez történelem. Ha Janin egy olyan márka van, bemész a boltba, és ezt a kapucnis pólót így meg akarod venni, az 90 ezer forint körülbelül. A tököm. Ezt most komolyan mondom. Dehogyis, de nem lehet. Fogadjunk. Igen? A West Endben volt egy ilyen bolt. Akkor visszaviszem a boltba. Malonnak kell szereznem egy számlát. De várj, boltba vetted? Szerintem te ezt outletbe vetted. Azért mondom. Outlet és gyerekosztály, csak így mondom. De tényleg, komolyan, a legnagyobb gyerekméret. Imádom a gyerekosztályról öltöző. Azért szeretem, mert nekem egy picit túl gondoltak a többi cuccaik. És a gyerekosztály meg vannak ilyen egyszerűek és méretben nem kompatibilis. Azt mondom, hogy ezt a márkát te megveszed eredetiben, nem outletbe, ahol már kifutó modellek hibása, kicsit a könyöke visszaküldték, bármi van, akkor ez ilyen 70-80-90 ezer forint, ez a pulcsi. Az a szint, ami már elvi kérdés, hogy már csak azért se rohagyjatok meg. Nem? Igen. De tényleg, tehát ezt nem. Tehát nem, annyi nincs egy pulóverbe, bármit tud. De valószínűleg outletbe igen, átdobták, és akkor ott leértékelték, vagy leáraszták. Csak mondom, hogy ha megszorulsz, ezt add el először, ezt a pulóvert. Bármi van. Igen. Te nem tudtad, hogy ma mi van rajta. Akkor nem könyökölök a pulton, ne kopja. A ti költségvetésetekkel egy két hónapig el vagytok az árában. Figyelj, de most komolyan. Tehát, hogy ismertek. Nem adtam érte sok pénzt. Szerintem ezt most vedd le, és vegyél föl valamit, mert hallgatják ezt a megszólást Lőrincén, ezért megböknek. Ja. De combolszúrnak, hogy a pulóver ne legyen lukas. Hazafelé szerintem ezért a pulcsért megböknek. Nem, te nem tudtad, hogy te most tulajdonképpen egy kétlábú járó trezor vagy. Nem van, úgyhogy vigyázzál. Az van, aki a szűkebb környezetemben ezért megbökne, az nem ismeri ezt a márkát. Az a veszély nem fejlett, hogy a családod letépi rólad, vagy a szűk környezetedben a rokonok. Mert ők nem ismerik föl ezt a márkát, de mondom, hogy most erre felhívtuk. Nem tudják hova kötni. Ők még a Grand Kapitán gyermekét se olvasták. Fejvadászok most vadásznak rá, ha kilépsz a rádióból, hogy rajtad most valami nagyon durva pulcs van. Az szép, hogy ezt én se szúrtam ki, ezt te szúrtad ki, és ezt te se tudtad. Igen, mert annyira nem kompatibilis velem az ilyesmi, hogy neked így igazából szemet se szúrt. Na, csak néztem az első felét, elolvastam, és gondoltam valami nem tudom mi, de így már olvasom a második felét, ezt meglepődtem. Meg azt azért valljuk meg, hogy színbe hű önmagához. Persze, ez nem lehetett meg, igen. Nem is kaptuk nem fel rá fejünket. Mindenféle fura dolgokat. Na, kaptunk egy SMS-t, és ez egy nagyon jó kis témaindító SMS, próbálunk egy kicsit segíteni, mert hogy szerintem nincs olyan szülő, aki ne élte volna át ezt a dolgot, és próbáljuk megfejteni, hogy szülőként honnan tudod, hogy miről van szó? Vagy honnan tudod, hogy a gyerek igazat mond, vagy nem? Azt írja egy hallgató, ez 4-8 előtt jött 2 perccel, mit csináljak a fiammal? Azt mondja, hogy fáj a hasa, hiszek neki, de a férjem nem, és nem tudom, hogy elvigyem-e az oviba, vagy ne. Ugye szerintem, akinek gyereke van és iskolába indítja a gyermeket, az találkozott már a valódi betegség kontra gyermekszimulálás témakörrel. Ugye? Hát ez egy szülői probléma, amit meg kell tudni oldani, átlátni a gyermek turpisságán. Engedékeny legyél, ne legyél engedékeny. Hogy nyomozott ki, hogy a gyerek szimulál, vagy nem szimulál? Illetve rögtön utána járunk annak, hogy hol tart most, jelen pillanatban a gyermeki találékonyság. Mi volt régen, amit mit csináltunk, és mit csinálják most a gyerekek. Eminek mit tudunk mondani? Tehát a férje azt mondja, hogy nem hisz neki, vigyel oviba, Emi nem akarja elvinni.
honnan tudod, keresztkérdéseket teszel föl egy 5 éves gyereknek, hogy valóban fáj a hasa? Szerintem a férnek van igaza, tehát kezdjük innen, mert általában ez szokott lenni, hogy az anya megbocsájtó ebben a dologban. Ez nálunk is állandó izé. Jaj, a fülem nagyon fáj, akkor jó, hát akkor kicsi mondja a béka, akkor maradjál itthon, mondom, jó, de akkor szerinted el tudunk menni délután fagyizni? Mondja a gyerek. Ja, hát én kérdezem a gyereket. Te kérdezed a gyereket. Hogy akkor viszont mondom, hogy akkor én sem megyek dolgozni majd, holnap reggel, és akkor kimegyünk úszni, jó? Kimegyünk az úszodába. Persze, apa, na mondom, akkor húzzál az óvodába, kis csillag. Apa, gyert megint. Tehát te úgy csinálod, hogy kiugrasszod a gyereket, igen, a bokorból. Aha. Nagyon fáj a fülem, 5 perc múlva megkérdezed, fáj még a hasad? Igen, nagyon. Az előbb még a fület fáj, na húzzunk az óvodába. Jó. Most Eminek mit mondjunk? Én szerintem ebből rendszert csinálni nem kell, de ha egyszer a szülő megengedi, hogy a gyermek otthon maradjon, azt a gyerek meghálálja. Tehát az kicsit elhiszed, hogy valóban fáj a hasa, mondjuk nem fáj, és egyszer kivételt teszelt vele, ott még nem dől össze a világ, nem? Lehet egyszer a szülő engedik. Azt jó, oké, maradjunk itthon együtt. Az meg a szülőnek igen, is jó. Igen, csak ez veszélyes játék. Hogy akkor a gyerek rászokik? Persze. Uh-huh. Tehát, hogyha oké, egyszer még csak, de ha másodszor, a harmadszor is bejön, akkor onnantól kezdve tényleg érzi. Ez a dolog működik. És minden egyes alkalommal be fogja dobni. De honnan tudod, hogy szimulál vagy nem? Tehát a Feri kereszt kérdéseket tesz föl, tehát ismered annyira a gyerekedet, de mi van, most itt mondjuk a gyereknek tényleg fáj a fej, és a szülők között nincs egyetértés. Tehát a gyerek rá tud jönni, hogy kinél kell inkább szimulálni, nem? Igen. Tehát én mindig anyukámnál nyomtam, ha volt valami. Mert tudtam, hogy ott célba érek. Máshol nem értem volna célba, de ott igen. Igen. Nálunk is egyébként ott szokott próbálkozni inkább. Igen? Nálam tudja, hogy ő is csak az a válasz, hogy az élet harc, vérveríték, könnyek. Irány az iskola. De apa, rubeolás vagyok, bárányimlős, és 40 fokos láza van az élet harc. Tessék és öltözni. Tanulják meg a többiek is, hogy harc. Így van, pontosan. Régen mi volt? Oké, nézzük meg, hogy mi volt régen, mit csinálnak most a gyerekek. Írjanak nekünk közben olyan szülők, ahol masszív szimulálás zajlik. Miket talál ki egy 6 éves gyerek, mit talál ki egy 8 éves gyerek? Hová fejlődött a gyerek gyermekkori leleményesség? Milyen praktikák vannak, hogy kit hogy próbál meggyőzni? Nagyszülőt, szülőt, apukát, anyukát, ki hogyan próbálkozik? Tehát, hogy van ilyen, hogy mondjuk fölmegy az internetre, valamilyen oldalra, és akkor kitalál magának ott valamilyen vízé. Anya, spanyolnát, hát van, ez nem lehet kincsem. Én pestises vagy. Most tippeket adok gyerekeknek, de hogy lehet csinálni? Mindig megvártam, amíg megtörténik az első kontakt a szülővel. Aha. Tehát én úgy csináltam, hogy otthon akarok maradni, hogy felmértem a hangulatot, idegállapotot, felmértem azt, hogy édesem milyen állapotom van. Jókedvűen jött be reggel, és láttam, hogy ma valahogy egy kicsit gondtalanabb, egy kicsit jobbkedvű, akkor indult a dolog. Támadtál. Sosem szimuláltam úgy, hogy még nem tudtam, hogy mi vár kint a konyhában, vagy hogy ébresztenek, de én már azonnal szimuláltam. Meg kellett válni az első érintést, az első hangulati elemet. Ha rossz kedvű volt, bejött, felhúzta a redőnyt, siessünk, ő is el volt kés, akkor tudtam, hogy esélytelen. Tehát azt éreztem. Letapogattam, szó szerint. Aha. A kis receptoraimmal, és megnéztem, hogy milyen hangulatban van. Szigyétek el, egy nagyon jó dolog. És ha jó volt a kedve, ha éreztem, hogy nem rohan, azonnal fölment a lázam. Azonnal. Tehát ha úgy nyitod be a szobába, hogy még nem készültél! Szobafogság! Akkor egy érezted, hogy aznap nem szomorú próbálkozni. Szomorúan elkezdtem öltözni. Tehát kivártam mindig, amíg ugye a szülő jó hangulatban van. Milyen hangulatban van a szülő? Tudok-e szimulálni, vagy nem? Ez ugye már nyilván érettebb korban volt, tehát ez ugye 3-4 éves gyerek még nem veszi így le, de 8-10 évesen ez már remek alkalom volt. És valami feszkó volt otthon, és már elment dolgozni, akkor nyugodtan visszafeküdtem. Akkor tudtam, hogy nagyon rossz hangulatban van, igen. Elmentünk, kirakta a lakáskulcsot, megkelte a mézes kenyeret. Már 7 éves vagy, irány egyedül az iskolában. Vagy ha éreztem, hogy valami nem olyan a rezgés, a két szülő között ingerültek, kicsit jobban sietnek, van valami hangoskodás, vagy bármi, akkor mondtam, hogy nem. Ezt mondjam, ma nincs itt az időd, Bali. Menj be az iskolába. Légy alázatos. Ma sajnos tanulod kell, de még eljön a te időd. Ne csükk egy, Bali, holnap a te időd, ma menj be az iskolába. Szóval megvárni, hogy a szülőnek milyen kedve van. Uh-huh. Ez egy jó pillanat. Nálatok mi volt? Hogyan? Mi az, hogy mi volt? Mi nem lógtunk az iskolából. Mondjuk tudom, te matek dolgozatnál egy órával előbben voltál. Vicces, én 2 írtam, kértem egy plusz sor. Nem, tényleg. Te hajnali 2-kor felkelt, és mondta anyát, hogy Feri, feküdj vissza. Tudom, hogy matek dolgot, tudom, hogy már nagyon menni, Feri, feküdj vissza. Feri, mindjárt kell, feküdj le. Tedd le a zöld könyvet. Igen, Feri, hagyd azt a színuszgörmét, éjjel 4 óra van, hidd el, már csak 3 óra a matek leckék. Bírt ki valahogy?
Szóval, hogy te vártad. De nálunk nem volt ilyen, ez a kréta elv, és én sose értettem, hogy majd attól belázasodsz, meg rosszul leszel, meg amit te szoktál, hogy oda tartod a radiátorhoz, ahogy hívják ott télen is, nyáron is. Én a radiátorhoz is tartottam, meg nekem mindig volt egy kis olvasólámpám, nagyon nagy műsor vagy, gyerekek, hőbérő be, anya ki a fürdőszobába, izzó forrosodik, kis higany oda, kis higany fölmegy, 54, így fölugrott 54-re, itt jött a ravasság, ezt elmondtam már egyszer, ugye mi történik ilyenkor, fogod a higanyt, a régi higanyos hőmérő, odarakod az égőhöz, fölment ugye mit tudom én 42-re azonnal. Rájöttem, hogy ha abban a pillanatban lerázom, az nagy baj, mert szétesik a higany. Láttatok már olyan hőmérőt, ahol szétesik a higany? Uh-huh. Apró darabokra esik a higany, aha, és szétesik. Mit kell csinálni? Újra odarakod, a higany fölmegy, és egyesülnek a higanypöttyök. Aha. Zseni vagy. Tehát itt ezért ebben van tapasztalat. 42-re fölraktam, gyorsan. Aha. Vártam egy 3 percet, hallgattam, hogy már zárja el a zuhanyt, már törölközik, tudod, mindjárt jön ki. Megfogtam őrű, amikor kihűlt, akkor szépen finoman elkezdtem visszarázni. És ilyen 37-5-re már pontosan be tudtam rázni. Kicsit aláráztam, megint hozzátettem uh-huh. egy pillanat. Elég igazi zseni. Édesanyám jött, megnézte. Ó, hőemelkedés. Ó, hát akkor ma nem megyünk iskolába. Egy műköhögést rátoltál, fölnéztél rá, ilyen bágyattam. Egy kis tempera be a szájba, piros tempera. Úristen, véresen! Nem, ilyen beszélre sosem mentem. Nyúzott arc, szomorú bocinézés, egy puszi a homlokra. Mondta anyukám. És ott buktál le a puszi a homloknál, mert ugye nem volt meleg. Hőemelkedésig lőttem be mindig. Ja, tehát az egy kicsit az olyan profi volt. Mondta, elment délbe, jön, addig valahogy bírjam ki egyedül. És ennyi volt a lakás. Jó. Nem láttad a tévé újságot. De soha egyszer se? Nem. Soha? Soha nem. Hogy rakta volna már oda a radiátorhoz, mikor búbos kemencéjük volt? Hát, jó, de se, nem volt, hogy fogtad a hőmérőt, kivitted és földugtad a malacnak? Ilyen nem volt? De az más miatt. Az csupán szórakozás. Mert a testőmérsek lehet 38, és tudtad, hogyha berakod a malacba, akkor olyan, mint a lázas lenne. Az csak szimplán a móka kedvéért. Mászot csináltuk, de nem azért. Feri, gyere már kérni Snowball, hozd már vissza a hőmérőt, és tudom, hogy mit csinálsz, büdöskölök. Vedd a gumicsizmát, az irányom a tekóra. Volt ilyen? Gyerekek, nem, azt más miatt csináltuk. Az vagy élvezeti értéke volt, vagy hogy lehet. Hát, vagy megnéztitek, hogy lesz-e tojás. Igen, ott a persze. A malacban? Nem, leginkább a tyúkokban. Minden valamire való, gyerek. Megpróbál legalább egyszer szimulálni. Te csináltál valamit? Vagy apád két pofonnal indult minden reggel? Az volt az ébredés, és ezután nem mentél. Én felöltözve aludtam a hátamon az iskolatáskával, hogy nehogy elkéssen. Nem, nálunk fegyelem volt, katonás fegyelem volt, meg ráadásul, amikor még egészen pici voltam, a szüleim nekem elmentek, otthonról mentek dolgozni korán, és akkor nővéremmel együtt sétáltam be. Tehát, hogy ott meg azért nem volt appellátom. Tehát eleve nem ismerted? Tehát olyan fegyelem volt, hogy effektíve nem, ki volt zárva? Vigyázba vertem a vigyázt végig az iskoláig. Majd tovább mentél. Tényleg? De mi van veletek? Valamire valók és gyermeki színészkedés semmilyen. Semmi. Macaulay Culkin sehol nem volt hozzám képes gyerekek. Akkor jeleneteket nyomtam le, amikor nem akartam iskolába menni. Semmi? Semmi. Mi mandula gyulladással mentünk, érted? Tehát nem volt olyan, hogy otthon fekszel. Tűzös mandulával kellett bemenni, persze. Be. Én betegen azt szimuláltam, hogy egészséges vagyok. Csak hadd legyél ott az iskolában. Gyerekek, szörnyű gyerekkorotok lehetett. Nem, komolyan nagyon jó mondom. Gyerekkorunk volt. Te vártad, hogy iskolába menjél, te nem mertél szimulálni, mert olyan szörnyű. Hát, nem, tök jó volt, szerettük, de tényleg. Heti egyszer akkora nemecsek voltam, hogy el nem hiszitek, hogy mekkora műsorokat meg nyomtam. Nem volt mivel játszani otthon, minek maradtam volna ott. Miért volt egy macskakövem, azt forgatta. Apám azt kockán egy építkezésről. Az iskolában mégiscsak fűtöttek. Aszfaltozták, az Adi Endrét onnan hozta. Na jó, nézzük meg akkor, hogy a mai gyerekek hogy szimulálnak. Ki mit csinál? Jó, drága Morning Show hallgató szülőként írjatok nekünk, hogy hogyan lehet rávenni a gyereket, hogy menjen, milyen keresztkérdésekkel, kinél mit talál ki. A gyerek 8-10 évesen, 6 évesen már nagyon leleményesek tudnak lenni. Hogy buktatjátok le őket, mik a kifogások, mik a keresztkérdések, ki mennyire engedéken. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-70-645-0000, jövünk a hírek után. 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt, arról beszélgettünk, ugye kaptunk egy szülői SMS-t, hogy segítsünk valakinek megoldani, Eminek, hogy szimulál a gyermek, fáj a hasa, szerintem nem kéne, hogy óviba menjen, apuka kicsit szigorúbb, szerintem menni kéne, mit csináljon. És arról kezdtünk beszélgetni ugye itt a hírek előtt, hogy lehet megfogni a gyerekkori szimulálásokat, ki mit csinált, illetve szülőként jelen pillanatban mit tapasztal, hogy a szülők mit csinálnak. Vannak egészen elképesztő trükkök, én nem ismertem egy csomó, de nagyon jó SMS-ek jöttek. Hát pedig a hármunk közül te vagy a docens lógásban. Bizony, mi nem ismerjük, mi rendesek. Igen. Te alig vártad, te nem mertél, igen. Lógásban én voltam, aki viszi a primet. Én zsírral próbálkoztam, írja egy hallgató. Este megettem 5 kanál zsírt, hogy reggel némi hasmenéssel otthon maradjak.
Nem sikerült, elmentem suliba, a matekóra 20 percig bírtam, utána szörnyű dolgok történtek, öröm volt nézni, írja egy hallgató. Hát náluk a zsír volt a desszert, tehát hogy én nem, azzal nem tudtam volna meglógni. 13 éves fiam megpróbálkozott egy szöveggel hosszú időn keresztül. Jaj, anya, hajnal óta járkálok a WC-re, hasmerésem van erre én. Ha megint mennél, ne húzd le, megnézném az eredményt. Pár perc múlva WC-re megy, jön ki. Anya, úgy tűnik, elmúlt a hasmenés, vehetek suliba. Három gyerekes anyuka írta nekünk. Gyermekkoromban egyszer a forró teába tettem a hőmérőt, de szétpukkant, és a higany szétgurult. Nem jött be a szimulálás, és a hőmérő is tönkrement. Így van. Anyukám, azzal ideges rémizgetett engem, hogy higanymérgezést kapok, ha még egyszer szétdurrantok egy hőmérőt, mert sokszor nekem is ugye szétdurrant. Tehát ugye túltolod, az ott szétdurran, és de a higany... nem zavart téged ez, ugye? Nem zavart. Képzeld, hogy a higany úgy esik szét, én erre konkrétan emlékszem, hogy egy papírra, ha ráteszed, akkor sok kicsi apró gömb lesz belőle, és akkor a gömböket megpróbálod így összeönteni, de az csak hőhatására áll újra össze, vége. Tehát azt effektíve használod. Zseniális, és ráadásul még a teát is meg kellett innod. Hogy jobban leszel! A kisfiam első osztályos volt, mikor reggel hasfájással indított, és hogy még elég hihető is legyen a fájdalma, nyomatékul még sántított is mellé. Fájottam. Ez tök cuki. Nagy sumák még ma is, írja egy hallgató. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Hello Péter, jó reggelt! Hello! Hello, te hogy szimuláltál? Hát én beszimuláltam egy vakbélgyulladást, amit az öcsémtől vettem ezt az ötletet. Hát végül is ő neki komolyan volt. De én úgy gondoltam, hogy talán esetleg megúszok egy-két nap iskolát, én is beszimuláltam, hogy vakbélgyulladásom van. És? De nekem annyira jó sikerült, hogy engem bevittek a kórházba is. Igen, ez a kemény, hogy... Túl profi voltál. Igen, ha túl jó az ember, akkor beküldi kórházba. És hogy úsztad meg? Hát úgy úsztam meg, hogy hát ben voltam egy-két napig, ugye jött már a sebész nyomkodni az oldalamat, fáj, hát mondom, fájogat. Azt akkor csúszott be a sportcsoki, amikor felkötötték rám az infúziót. Hogy az műtét lesz. Hogy akkor elállt, hogy mész a műtőben. Igen. Így van. Tehát addig szimuláltam, míg majdnem megműtöttek. És mit mondtál, aztán, hogy jöttél ki belőle? Hát úgy jöttem ki belőle, hogy ugye amikor bekötötték az infúziót, akkor is utána jött a sebész, hogy akkor kiírnak, megvizsgál, aztán kiírnak műtétre. Hát akkor már én elkezdtem mondogatni, hogy hát annyira nem is fáj, meg nem is ott fáj, hanem egy kicsit följebb, meg egy kicsit lejjebb, odébb fáj, most már másik oldalon fáj. Aztán nem tudták mire vélni, tehát a sebész is megrántotta a vállát. Aztán abba is maradtunk, másnap leszették az infúziót, aztán hazaküldtek. De azt, hogy a szüleimnek mit mondtak, aztán azt nem tudom, tehát, de nem kaptam pofonokat, úgyhogy nem buktam. Igen, ebbe ez a veszélyes, hogy az ember túlszimulálja magát, akkor megy a kórházba, igen. Hát Péter... Lehet, hogy elbüszkélkedtek a szüleinek. Megoldottuk a problémát. A gyerek meg se kellett működni a gyerek, hiszen profik vagyok. Az is lehet. Igen. Péter, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Igazán nincs mit. Hello. Anyuka, nem akarok iskolába menni, pedig muszáj kisfiam, hiszen mégiscsak te vagy a tanár. Az én kisfiam a Kornél már kiscsoportos korában etette az óvodnénit, hogy elment a veseköve, és úgy jött ki a WC-ből is, ráadásul mutatta a követ, egy másnap pedig, vagy egy másik nap pedig a vérnyomásával volt gond, írja Anett. Ugye itt kérdés, hogy honnan szedi a gyerek, tehát van egy hipohonder a családban valószínű. Hát vagy sóderes az udvar. Igen, gyermekkoromban a hasfájás szimulációja odáig folyult, hogy orvoshoz vittek, aki beutalt a gyerekklinikára. Kétnapos kivizsgáláson kellett bent feküdnöm, mindez 9-10 évesen, ott megbántam az egészet. 20 éves vagyok, a főiskolán már legalább nem kellenek a trükkök, írja egy hallgató. A lányom egyik reggel azzal jött haza, úgy érzi, elkapta öcsitől az izomlázat. És nagyon fáj. De jó. Ez arra jó. Henny küldte ezt nekünk. Én hajnal 3-ra húztam az órát, és szóltam anyámnak, hogy nem tudok aludni, iszonyat fejgörcsön van. Reggel persze maradtam ott, hogy a Petya. Tehát felhúzod az órát előre, éjszaka felkelted a szüleidet? Ez ekkora ötlet, nem? És nem hallják, hogy... hogy szól az óra, akkor meg tudod őket téveszteni, igen. 10 évesen anya előtt direkt felkeltem 4-10 perccel, hogy sírok, mert fáj a hasam, meg hasonlók. Utána mondta, anyu, maradjak otthon, mondtam, hogy menni akarok. Anyu megsajnált, és egy hét pihenés. De nagy trükk. Tehát ez mondod, a legjobb. Te nem akarsz otthon maradni, te mennél. Nekem eddig ez tetszik a legjobban. Ez nagyon ragasz. Nem, menni akarok, tanulnom kell, állatorvos szeretnék lenni. Nem, meg is fiam. Tehát ha ennyire akarsz menni, akkor inkább nem menj. Balázs, hallgass már el, a gyerek már méregeti, hogy milyen a kedvem. Régen sósvizet és kávét ittak, hogy belázasodjanak. Ma lámpával felmelegítik a lázmérőt. Igen, hát erről beszéltünk, igen. Vannak ilyen élelmes gyerekek.
De ez jó, hogy a gyerekben kicsit látod a turpisságot, meg a ravasságot, nem? Tehát ezzel szerintem nincs baj. Jaj, anyam, nem tudok vele, annyira fájas, nem is kell szombatban. A büdös. Krémet kentem a szememben, írja be a szememben, látszólag kötőhártya gyulladásom volt. Ez szép trükk egyébként. Aha, csak hát itt kérdés, hogy milyen krémet. Mert annak azért lehetnek következményei. Tehát attól konkrétan lehet valami problémát. Ez jó vakság. Aha, is akár. Egy jó kis ízét, Nikoflex. Suliban eljátszottam a tanítómnak, hogy hánytam a mosdóban, kérdezte, mit tettem. Lazán rávágtam, hogy kakaót kiflivel. Ott buktam le, hogy a 2 évvel idősebb nővéremet is megkérdezték, aki elmondta, hogy nem is reggeliztünk. Ilyet szólni kell előtte. Igen, össze kell beszélni a családdal. Nem köszöntem meg neki. Ja, kicsit hiányzik ez a csibészkedés, nem így gyerekkorból, amikor így megpróbálod a szülőket finoman megvezetni mindenféle rossz indulat nélkül. Nem, ezek jók voltak. Jók voltak. Elhiszi, nem hiszi. Ez holnap reggel jön egy fölpöckölt hőmérő, aha, a igen. Gyerekek hazamegyek. Nem, csak kaptok egy MMS-t, lefényképezve egy 38.5-ös hőmérő. Ez szörnyen, és hangom sincsen. Nem tudok. Digitálissal mit csinálsz? Ja, a digitálissal? Hát szerintem azt ugyanúgy. Aha, azt ugyanúgy. Persze, az is miért. De hát a jó kis higanyos, azok voltak a jók. Na jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Csabi, mit csinálsz, honnan hívsz? Szombathelyről hívlak, és a telefon túlsó végéről. Hó, Csabi! Fogást találtál rajtunk. Kutya fáradt, hát tudod, mit mondok erre, humor van, minden van. Hát, hogy akkor, van. Akkor megvagyunk, akkor nincs nagy baj. Csabikám, mivel foglalkozol, akkor kérdezem így. Fú, hát én egy olyan területen dolgozom, aminek nem igazán örülsz, úgyhogy ezt igazán nem igazán pontszolgatnám. Hát nagyon csak össze, Szombathely, nem örülsz a területnek. Csak nem. Te nyálazod a leveremet a Vas megyéből érkező leverekre, gyerekek, nagyon régóta nem jött. Nem, nagyon mellé, de nem. De akkor mi mondnál? Most tényleg kíváncsi vagyok, mi az, aminek én nem örülök? Hát az mit jelent, hogy minek nem örülök, hogy kíváncsi vagyok? Vagy most ez titok, vagy? Így van, inkább mondjuk azt, hogy titok, jó? Hát ezt sose értem. Én sem. Hát ha te se érted, akkor... A telefon másik végén vagy, és te jó. Okay. Miért jelentkezel játékba, egyébként vannak dolgok, amiket nem akarsz elmondani? Tehát az, hogy hol dolgozol, hát ez nem titok, nem? Vagy bajod lesz ebből, ha kiderül a munkahelyen, vagy nekünk nem akarod elmondani, mert nekünk lesz bajunk, vagy nem egészen értem. Segíts egy kicsit. Mindegyik egy kicsit, tudod, sok kicsi sokra megy. Aha. A kis bölcsesség generátor beindult. Húha. Na jó van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néném. Figyelj. Okay. Megszólalt a piros telefon, vagy ez igen, vagy becsöngettek éppen, vagy igen. Pedig ez egy ilyen fura az ébresztő órájuk. Óven bácsi iskolában van, ez nagyon jó. Nem szimulált, elment iskolába, és kicsit hosszú a becsöngetés. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na 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 na. Hát ez így kevés lesz, gyárs látok. Akkor gyorsan ki is vettük a bögrét. Mutatok hosszabban. Na 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 Na, semmi? Srácok, ez nekem. Nem. Szerintem ez még nálam is öregebb ez a szám. Na, mutatjuk, figyelj. Nem könnyű. Joker kell. Aha, igen, van egy ilyen nevű. Jó Isten. Jó kis Joker kell, így van. Hát amilyen delirium-os állapotból lehetett, hogy akkor is ezt a anyámat is levartak. Hogy lehetett? Hát ő már az 60 éve folyamatosan. Azért mondom, tehát akár még apám is lehet. Mm-hmm. Köszi a játékot! Köszönöm én is, jó munkát, sziasztok! Ciao, hello! Remélem, hogy Szombathelyre is megyünk. Remélem, hogy ott lesz Csabi. És jókat beszélgetünk majd. És fantasztikusan nagyokat fogunk beszélgetni, hihetetlen nagy barátok leszünk. Igen. Vajon mit csinál Csabi Szombathelyen? Tippem lenne egyébként. Na jó van, 7 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello. Hello, Feri, hello, Jani. Hali.
Hello, friss közlekedési hírek a hallgatóink. Jó voltából közlekedés, Budapest első kerület, Mészáros utca az alagút felé, Szivacs. Uh-huh. Na, Szivacs. Mel is küldte ezt nekünk. M5-ös Szeged felé a 43-as kilométernél a Dabasi lehajtónál van egy trafi, ezt Csé küldte nekünk. Győr felé az M1-esen kb. 4-5 autó és kamion ütközött a Győr-Szent Iváni lehajtónál, ezt Petra üzeni. Igen, csak azt nézem, hogy ez ugyanez, amit az előbb mondtam. De nem. Margit hídon egy kicsit lassú a forgalom, bár minden reggel lassú, de ma nagyon. Igen, köszönjük szépen, ez is egy nagyon helyes SMS volt. Lassú haladás a Moszkva tér felé is, és van egy trafink a Mosó-Magyaróvár és Halászi között. A Halászi felől érkezőket mérik egy krémszínű transporterből. Ezt Akrobata küldte nekünk. Mi van a farádi transporterrel? Ott Farád, meg Csorna, ott volt nagy ingadozás. Múlt héten még volt. Ott volt még, igen? Aha. Volt egy időszak, amikor eltűnt, ugye nem jött a hír róla, aztán megint volt, most nem tudom. Hát biztos dukkozták, vagy valami. Beátfestették. Persze, hát nem semmi. Milyen színű volt? Világos kék? Nem, sötét kékre. Van ilyen civil autó, amit átálcáznak? Szerintetek is feliratokat lesznek? Lehet, hogy van ilyen, nem? Civil autó, mint a fagyis árusnak álcázza magát, cippantós ja. autónak, vagy ezért ez mentőnek. Igen, vagy rakéta hordozónak, vagy repülőgép anya hajónak. Igen, jó esi Nimitznek is közül. Nagyon fura, láttátok mi áll a hat? Hihetetlen, Szombathely környékén áll egy anyahajó egy tréleben. Tegnap láttam egy tengeralattjárót, nem tudtam nem mit kezdeni. Inkább lelassítottam, nehogy baj legyen. Nem csak arra gondolok, hogy nyilván, de hát ez valószínűleg nem ilyen típusú álcázások. Nincsenek. A Szombathelyen hallgatónkra képzeljétek, eszembe jutott a Vasi Falu Múzeum, na. ami szerintem az egyik legcsodálatosabb hely az országban. Kutyafáját, de jó lett. Fantasztikus, egyébként mindenki menj el, aki nézze meg, így van. Egyszerűen hihetetlen hely, én imádom. És a Dödöle. Milyen jó Dödölét tettem legutóbb, amikor voltunk Szombathelyen. A Vasi Falu Múzeumban? Nem, egy hotelben. Uh-huh. És a Vasi Falu Múzeumban mi ragadott meg ennyire? Most már én is kíváncsi vagyok. Hát. Hogy mi a népi építészet, Ferenc? Jó, de csak kérdezem, hogy melyik a paraszti szerszámok. Egy mondatban kellene engem oda küldened, hogy miért érdemes oda menni, mit mondaná? Egy mondat, tessék most. Sebi, hogy egy mondat. Én nem küzdenék ezzel jó, a dologgal. Jó, de nem, tessék. Azt mondom, Jani, mondj egy mondatot hétvégén, vasám szerint. Mondj egy mondatot, miért menjek oda. Egyet mondasz, tessék. Egyet. De hosszú összetett bármi. Lehet. Győzd meg engem egy mondatban, miért menjek oda. Azt mondja, hogy a skandináv rönkházak. Látom a csillog, igaz? Nyergej, tankolj, öltöztesd a gyereket. Már ma délután elszaladtam. Látom magam előtt, hogy 6 órát autózunk, 3-at oda, 3-at vissza, Szombathely, a skandináv rönkházak. Hát, figyelj, hát beleborzunk. Olyan északi rönkházak vannak ott, amik eredeti finn rönkházak például. Ott szétszették, idehozták, összerakták. És de miköze ehhez a népi paraszti kultúrának, amit említettél? Mert hogy van egy kis kitekintésünk a kinti dolgokra is. Finn parasztok rakták. Finn paraszti kultúra is ott van. Finn parasztok rakták, össze menjünk együtt, Feri. Jó. Előbb a vasi parasztokat, és aztán a finn parasztokat. Vasi parasztok, finn parasztok. Hogy építenek? Svéd parasztok. Így. Jó? Gyerekek. De szép lesz. Megvagyok hétvégére. Igen? Nagyon. Gyönyörű, szép. Figyelj, most ez egy szentendrényi távolság lenne, azt mondanám. De hogy azért autózzak le, meg autózzak vissza 3 óra. De ha majd ott leszünk, ha megyünk esetleg kitelepülésre, Szombathely. Hoppá! Elmegyünk együtt a skanzenban? Menjünk már el együtt, de tényleg. Jó, menjél. Imádnátok. Majd leülsz a bejáratnál, addig mit tudom, hogy kész egy kávét, amíg mi körbenézünk. Feri egyébként ebből a szempontból sokkal udvariasabb, mert ő fél távig valószínűleg eljönne majd velem csak azért, Tudod, hogy ebben a határtalan az őszintességem. Határtalan. Egy kávét kérnék szépen, köszönöm szépen. Interneten jó, átnézem az e-mailemet. Jani, majd mondd el, milyen volt. Feri, csinálj fotókat is. Te fél távig elmennél nagyjából? Igen, hát micsoda, én fönt voltam, milyen váromnál voltunk. Azt nem meséltem. De mondtad, hősiesen fölmentél. Esegvár. Hogy? Esegvár. Hogy? Esseg. Ja, esseg. De, de most miért bántod a Ferit, hogy esseg? Hát. Azért, mert most fölment egy várhoz, most miért kell esegezni? Ott voltunk együtt, tényleg. Arra hogy tudott rávenni? Hát az, mert úgy volt, hogy megkért, hogy vigyem el oda, és akkor én így először gondoltam, hogy addig alszom a kocsiban egyet, de ő, Jani, azt annyira érezte, hogy mi most együtt. Tehát, hogy egy szív, egy lélek. Hogy ebben van valami földön túli, valami transzcendentális, hogy ti ketten mentek váratni. Mire odaértünk, már így rá is vettem magam, hogy jó, fölsétálunk, óvatosan leülünk, ott csak
csak van egy izé. Kellett duruzsolnom egy ideig, tehát hogy azért folyamatosan ment ez a, hát nem is olyan messze van, ez szerintem úgy Veszprém, de nem is, de ott a közel. Szerintem egyébként arra is, mert ahogyha egy esetleg útba jöttünk, hát egyed óra az egész. Na, így kezdett fel. Semmi, 120 kilométeres kitérő volt egyrészt, és várja, a felmenete volt a legszemére. Én azt gondoltam, fölsétálunk nyugodtan, félúton megállunk, rágyújtok egy cigire, mégiscsak kim vagy a természetben. Hát mégiscsak a jó levegőn vagy, hát persze. Na, kiszállunk a kocsiból, ott van fönn a vár, rajta, így mentünk föl, érted? Jani, várjál már. Nem csörgettél meg előtt, én mondtam volna, hogy Feri, ne. Feri, figyelj, ne. És akkor utána már csak azt vállaltam, hogy mire lejön a másik hegyről, akkor elmegyek érte, megvárom a falu aljában, és hazahozom, vagy visszahozom. Azt már szívesen. Igen, mert az egyébként túrásabb lett volna, mert az pedig hegyest volt. Igen, ott még te is leizzadtál, mondjuk jó, abban a azt tempóban, hát egyébként, ahogy te igen, mész. Igen, az kemény sztori. Na, de ha majd Szombathelyen leszünk, ott nincsen vár, viszont van Dödöle, és megnézheted, hogy hogy éltek annak idején a vogulok. De figyelj, én nem eszem belőle, hát belőle. Mit? És egy tál Dödöle, ettél belőle, akkor felejtsd el. Hát de figyelj, de szerintem biztos, hogy meg fogunk éhezni, hogyha kihagyjuk a kertből a tyúkokat. Ja, egy tál Dödöle, de én nem eszem. Ha te ettél belőle, nem eszem belőle. Na jól van, igen, megyünk majd országjáró turnéra. Morning Show turné elindul majd májusban. Ugye ez már egy jól bevett dolog, amikor már jó idő van, nem futunk nagyon lyukra, áprilisban még azért bele lehet esni egy 8-10 fokban, nem akarjuk megfagyasztani a hallgatóinkat, tehát majd a májusi turném, holt vagyok, elmegyek veled, eszem egy tál Dödölét. Ha ettől neked megjön a lelki békéd. Eszembe jutott, ami érdekelhet. A szerintem nem tudsz olyat mondani, de kíváncsi vagyok. Láthatsz tradicionális finn szaunát. Ha ezt az egy mondatot mondod, akkor, na igen, ez viszont érdekel, ezzel meg vagyok. Egy teljes, nem esélyed, akkor nem megy. Nagy paraszti porta van, egyébként összerakva. Te és gyakorlatilag minden egyes. Egész reggel? Hát de most leparasztoztad a vasiakat, mindenki a paraszt neked? Hát azért már álljunk. Nálam már ez meg. Egy minőségi jelző, bocsánat. Szóval, hogy egy finn szauna, az jó, imádok szaunázni. És akkor meg tudod nézni, hogy hogy nézett ki ez. Mert hát ott, hogy be tudsz lógatni olyat, amire engem is meg tudsz győzni. Látod, hogy ez így jó, egy igazi finn szauna, imádom a szauna szertartásokat, meg a szaunázást, tehát ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Na, erre valószínűleg elmennék, ha ott vagyunk a na környéken. Na most várj, a finnek viszont állítok, sokat isznak, mehetünk. Na, tessék! Én ülök a 90 fokba, te valahol részegen fetregesz, a Jani meg fönt van egy hegyen. Na, jól van, meglátjuk majd mondjuk a helyszíneket, ez még kicsit később lesz. Egy japán harcosról jelent meg az interneten egy cikk, már több is egyébként. Az ő történetéről érdemes néhány mondatot beszélni, mert a Pali egész egyszerűen zseniális. Ő ugye hát tulajdonképpen arról lehet ismerni, hogy a második világháború után még 29 évig harcolt. Ő egy japán katona, és hát igazából már tényleg a világon nem volt olyan ember, aki ne tudta volna, hogy vége a világháborúnak, ő a második világháború után még harcolt. Ő is tudta, mert ő elmondták is tudta, neki, de nem csak nem hitte. Onoda Hiro-ról van szó, így hívják ezt az embert, Onoda Hiro, és hát talán a leghíresebb japán katona, aki a második világháború, amikor véget ért, és tényleg hát a japánokkal ugye letetették a fegyvert, ő egész egyszerűen erre nem volt hajlandó. Igen. Nem tette le a fegyvert. Nem vett tudomást a hármas sípszóról a meccs végén, ő még a hosszabbítás után is egy darabig még figyeltek, már az a 70-es a évek közepe. Bizony. Igen. A 70-es évek közepe, a történet egyébként szenzációs, tényleg érdemes volna néhány mondatot beszélni, mert döbbenet, hogy milyen életutak, meg milyen sorsok vannak. A kis drága Onodát, a japán hadsereg hadnagya volt egyébként, aha, tehát az nem akármi, ugye a második világháborúban. 1944. december 17-én kitették a Fülöp-szigetekhez tartozó Lubang-szigeten, és elmondták neki, hogy ő itt kap egy kémelhárító kiképzést. Uh-huh. Megfogták, kiképezték, megkapta, és az volt a feladata, hogy az amerikai partraszállás esetén szervezze meg a gerilla hadviselést, tehát a partraszállók és a megszállók elleni hadviselést kellett neki megszervezni. Ez volt a feladata. Ez 44. december 17-én indult ez a küldetés. Igen, az a kis diverzáns akció szervező volt ő. Hát ennek minden unalmas és kevésbé unalmas ódiumával. Persze, őrszemek torkát elvágni, felrobbantani katonai létesítményeket, utánpótlási vonalakat, stb. Döbbenet, őt kitették, és a következőt mondták neki állítólag. De a Pali tényleg 30 évig ezt csinálta. Semmi esetre sem vethet véget
életének, az életének önkezével. Tehát nem lehet öngyilkosság. Lehet, hogy 3 évig, lehet, hogy 5 évig tart majd, de visszajövünk magáért. Ugye ez volt a kulcsmondat, amit nem kellett volna elmondani. Lehet, hogy visszajövünk magáért. Itt volt a hiba, mert hogy ez rögzült. Addig is, amíg akár egy katonája is marad, vezesse az embereit. Mondták neki. És akár elmondták, hogy mi várhat rá, lehet, hogy kókuszdíjon kell élnie, idézi a cikk. Ha ez a helyzet éljen, hát kókuszdíjon. Tehát mindenre felkészítettek. Semmilyen körülmények között nem dobhatja el az életét. 22 éves volt, és Onoda úgy döntött, hogy engedelmeskedik. 45 februárjában az amerikaiak elfoglalták a szigetet, a megmaradt japán katonák néhány fős csoportokban pedig hát bevetették magukat az esőerdőbe. És itt indult az ő harca. Igen. Illetve itt folytatódott. Itt folytatódott az ő harca. 3 társával maradt már csak összesen. Az egysége, mert hogy ugye ő volt is még 3 társa, rizsen, kókuszdíjon és banánon érdekelt. Időnként pedig helyi falvakon rajta ütve, egy-egy tehenet elkötve jutottak táplálékhoz, jutottak húshoz, írja az internetes hírportál egyébként. Amikor ugye 1963-ban kirohan valaki az erdőből másodmagával, érted, és elviszi a tehenet. Teljes menetfelszerelés, mert közben ugye véget ért a háború, a történet szenzációs, Onodáik viszont erről nem tudtak. Tehát nekik senki nem mondta. Aztán néhány hónappal később találtak egy üzenetet, amely közölte velük a hírt, kérve őket, hogy jöjjenek le a hegyről, mert hogy vége a háborúnak. Onoda összebeszélt a társaival, és azt mondta, a levél hamisítvány. Meg egy csesztés. Imádom, én őt imádom. Hazudna. Így akarnak lehozni minket a hegyről. Hamisítványnak minősítették a hírt, ahogy a később talált röplapokat is, ugye hát ezt te szereted, ez a te kedvenc témakörőd a második világháború, de hogy röplapoztak, ugye, leszórtak rengeteg helyen röplapot, hogy vége a háborúnak, letettétek a fegyvert, adjátok meg magatokat, hogy az ilyen, hát mindenféle ilyen diverzáns csoportokat ugye ott lefegyverezzék. Ugye igen. Ez volt, az amerikaiak csinálták, ez egy bevett módszer volt. Tényleg higgyék el, hogy vége a háborúnak. Ezt csinálták, igen. A ledobott újságokat, rokonai kézzel írott fényképeiket, ellátott leveleket a család amerikai propaganda művének tartották. Tehát, hogy kaptak leveleket a rokonoktól is. És azt mondták, ezek az amerikai. Megszerezték anyám fényképét. Beszervezték őket is. Hazárlok, hazamegyek, lemészárolok mindenkit. Teltek az évek, nagyon sok év eltelt, ugye ez majdnem 30 évig ment, és a hőségtől, a párától, a patkányoktól, a rovaroktól, és a nyomokba küldött őrjáratoktól, hát szépen elkezdték felszámolni azt a nagyon komoly kis sereget, amivel voltak. Ugye elköltöttek teheneket, rizsföldeket ettek, és több tucat ártatlan embert öltek meg. Igen. Ugyanis, ugye ebben az az érdekes, hogy ők megtámadtak ártatlan embereket, mert azt mondták, ők amerikai kémek. Igen. És hogy összejárultak az ellenséggel. Tehát, hogy azért Onoda azért kicsit komolyabb arc volt annál, mint hogy egy ilyen kis fanatikus, hogy hívják, mi a Kanasuke? Igen, Adulú apja. Igen, lehet, hogy egyébként Onoda volt az, aki őt ihlette, de azért tény, hogy ő egy kőkemény katona volt, aki azt gondolta, hogy ez a háború ez továbbra is folytatódik, és minden más, illetve minden más információ, ami ennek az ellenkezőt sugallja, az hazugság. Tehát amerikai turista hajókat semmisített meg, akik jöttek a Fülöp-szigetekre látogatni. Igen. Volt 49, ugye már 4 éve vége a világháborúnak, szeptemberében egy akacu közlegény, aki megelégelte a dolgot, elszokott a többiektől, és hiába küldött azonban egykori társainak üzenetet arról, hogy tényleg tegyék le a fegyvert, és hogy barátságosan fogadták, nem bántják a háborúnak vége, Onodáik neki sem hittek. Tehát az elszokott átállt, nem hittek. Újabb 4 évvel később Simada tizedest egy őrjárattal való összetűzés során lelőtték, megmaradt egy közlekény, Kozuka és Onoda, újabb 19 évig folytatták a gerilla háborút. Kettesben. A külvilág pedig szépen lassan kezdett biztos lenni abban, hogy ők már nem élnek. Tehát ketten, 20 évvel ugye a második világháború után még mindig harcoltak. Hát ott azért már át kellett gondolni a dolgokat. Oké, akkor te leszel az előrs, én meg az utóvéd. Szentezlek. Jó. De képzeld, amikor ezek ketten ott ültek az erdőben, és azt mondta az egyik, hogy te figyelj, nem lehet, hogy tényleg vége. Nem. 23 éve vagyunk itt a dzsungelben. Már nem mennek repülők a fejed felett. Nem hallasz fegyverropogást. Nem történik semmi. Látod, hogy ilyen békésnek tűnő japán földművesek művelik a rizsföldeket. És azt mondod, hogy nem. Nem. Altatnak. Altatnak.
1972-ben a helyi földművesek rizskészletét igyekeztek éppen felgyújtani. A változás kevés. Csak mondom, hogy ez 1972-ben történt, írja az internetes hírportál. A helyi földművesek rizskészletét igyekeztek felgyújtani, amikor a már 51 éves Kozukát halálos lövések érték. Tehát Onoda hadnagy egyedül maradt. De nem adta fel a harcot. De folytatta tovább a harcot. De így legalább már biztos volt abban, hogy a csapat nem fogja feladni a harcot soha, hiszen már csak egyedül alkotta a csapat. Döbbenet egyébként, és akkor valahogy végül a saját hadnagya szerelte le, ugye? Igen, hát az volt ugye a sztorinak a végkifejlete, vagy a végkicsengése, hogy meg kellett keresniük azt az embert, aki annak idén ezt a bizonyos parancsot adta neki, hogy ő nem teheti le a fegyvert, és ha kell akár 5-10-15 éven keresztül is, ha kell kókuszdíjon, és esővízen élve is, de neki folytatnia kell a harcot a végső győzelmig, megkeresték az egykori parancsnokát, aki már nem is emlékezett az egészre, már a volt katonatársára sem emlékezett. Már a háborút is épp elfelejtette. Egy könyvesboltot vezetett, és az volt a trükk, hogy ráadták az egykori egyenruháját, és oda küldték a dzsungelbe. És neki aztán hajlandó volt Onoda letenni a fegyvert. Ez hogy megy, hogy bemész a dzsungelbe egy régi katonai egyenruhába, amit rá, Onoda! És így szólogatod Onodát, hogy találod meg, érted? Hát ez nyilván nem akar... Ne felejtsük el a First Blood című filmet Sylvester Stallone főszereplésével, ugye a Rambo első részéről van szó, ahol szintén ugyanez a szituáció volt, hogy ugye csak az egykori parancsnokának engedelmeskedett. És tette le a fegyvert. Úgyhogy hát ez egy érdekes történet. Annak idén egyébként a második világháború végén rengeteg olyan japán katona volt, aki csak azért tette le a fegyvert, mert hogy a császár, az isteni császár, ugye a japán császárnak isteni származása van, a világ legrégebbi uralkodóházáról beszélünk egyébként, amikor ő megszólalt a rádióban, és azt mondta, hogy vége a háborúnak, tegyétek le a fegyvert. Akkor megadták magukat, igen. De képzeld a palit, aki elmondta, hogy figyelj, van egy katona, 30 éve mindenkit lelő, aki a közelébe megy. Falvakban 100-nál több embert ölt már meg ártatlan. A múlt héten két rizsföldet gyújtott. Földütött később. Föl kéne menni hozzá, és meg kéne győzni arról, hogy 30 éve vége van a világháborúnak. Mit szólnál hozzá, ha mondjuk te lennél, azt hiszem, te vagy a parancsnoka. Igen. Ott állsz valami félhülyével szemben, ráadták a régi katonai egyenruhádat, kaptál egy szamuráj kardot, fölrakták az összes, nem tudom, plesinet, és nekiindítottak a dzsungelnek, hogy induljál, keresd meg Onodát, ugye nyilván mentek azért vele többen, és próbáld meggyőzni, hogy tegye le a fegyvert. Azért az se egy életbiztosítás. Próbálj meg 30 év után Onodával tárgyalni, nem? Onoda mit csinált egyedül? Semmi, beszélgetett a növényekkel. Szenzációs. Ez az igazi. Tartotta a felszerelését. Honnan volt lőszere például? Az már a vége felé már nagyon kevés volt neki, sőt el is fogyott, de hát ő idegfegyverekkel is elég jól bánt. Figyelj, ezt a történetet imádom. Tehát ez szenzációs. Egyébként nemrég meghalt, egyébként pont ezért kapták föl, ugye, hogy meghalt az utolsó, a legtovább harcoló japán katona. De tényleg, a kincs, ami nincs benne, nem valami hasonlót akartak felelventeni? Ott ugye ugyanez volt, ez a japán katona, aki ugye nem tudja, hogy vége a világháborúnak, ugye? Ez egyébként nem volt egy egyedi eset. Csak ott Kamaszuka volt, hogy igen, de hogy nem volt amúgy egy egyedi eset Onodának a sztoria, mert hogy rengeteg ilyen japán katona volt, meg kisebb japán katonai egység, ugye ott abban a szigetvilágban millió egy sziget volt, nagyjuk részét megszállták a japánok, és kisebb-nagyobb ilyen kontingenseket tettek le. És hát az információk áramlását ez meglehetősen problémás volt abban az időszakban, és nagyon sokan voltak, akik még hosszú éveken keresztül, csak közülük Onoda volt az, aki aztán messze a legtovább. Ez a katonai hivatás, gyerekek. Nem a dolgán. Senkinek ez az ember, vagy az összes többi, hogy így nem jutott eszükbe, hogy szólni kéne nekik, hogy vége. De Onodáiknak? Hát itt a cikk, hát mondtam, röklapoztak, rokonok szóltak. Hát mindenki oda mentek, nem hitték el. Rokonok mentek, családtagok mentek, nem hitték, mondták, hogy nem, nincs vége. Időről időre, mert már ugye nyilván a helyi parasztok is marhára unták, hogy állandóan felgyújtják a rizsföldjüket, meg hogy időnként ellopják a marháikat. Időről időre ment körbe egy autó megafonnal a tetején, és befele az erdő felé sugározták az adásukat, és mondták, hogy hát adják már magunkat, mert a háborúnak már ides tovább 13 éve vége van. Hogy legyenek olyan kedvesek, hagyják már békén a helyi parasztokat, mert ők semmi más nem csinálnak, csak szeretnének rizst termelni, meg állatokat tartani. Én imádom Onodát, nagyon nagy. Aztán később ilyen csapatépítő tréningeket tartottam úgy az emberke, és hosszú időn keresztül nagyon komoly megbecsülésnek örvendett. Az volt a szerencséje, hogy ténylegesen őt úgy kezelték, mint egy katonát, és nem pedig egy háborús bűnöst. Na jó van, hát szenzációs történet. Ez egyszerűen imádom. 8:30 van, pontosan hármasugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, Ülőjút, jól járhatok, Lasse FM, jól a hajha, lol,
Mondtam, hogy jót izom mostanában. Jól járható, Klassz FM, jól hallható. Egy baj csak, hogy a rendőre csekkel sanyargat. Hát ez így van, de mert gyorsan megy, akkor meg vannak a következmények. Jön a levél, ugye? Vas megyéből, ugye? Hát és ennél autentikusabb forrásból nem is hallottátok, hol lesz a gondolat. Gyerekek, mostanában büszkék lennétek rám, komolyan mondom. Pápa elkerülő úton a körforgó után nagy közúti ellenőrzés, most vettek le 15 ezer a biztonsági öv miatt, Csoki Nyúl írta nekünk. Köszönjük szépen, mindenki menjen lassan, használja a biztonsági övet, és nem lesz probléma, nem? Most vásároltunk egyébként biztonsági pórázt, a gyerekére. Képzeljétek el olyat, ami a biztonsági övnek a csatlakozójába kell. És hogyha nagyon fékezel, akkor így a gyerekának kutya. Mert állítólag a rendőrök nem örülnek neki, hogyha a kutya mondjuk a hátsó ülésen úgy van, hogy nincsen bekötve. Hát egy csomó olyan baleset van, hogy befékezel, kutya előre. Maszti felőre. Na, gyerekek, Republik, foglalkozunk vele egy kicsit, mert szerintem baromi sok embert érdekel, hogy mi a helyzet jelen pillanatban a Republikkal, és rögtön fölhívjuk ugye Boros Csabát, akinél szerintem autentikusabb embert jelen pillanatban nem tudunk erre találni, ugye, hogy elmondja, hogy mi a helyzet. Egy bulváros, egy nyilatkozat, illetve nem is nyilatkozat, hanem ilyen tulajdonképpen cikkháborúból indult az egész, amit én nem tudok most igazából hova tenni. Az ember olvassa a bulvár sajtót, az egyik ezt írja, a másik azt írja, ugye, hogy hát tulajdonképpen a Republik és Sipos F. Tamás kapcsolata megromlott, az egyik bulvár újságíró ezt írja, a másik bulvári újságíró azt írja, hogy a zenekar és a Sipos F. összeveszett, így, hogy nem jártak a próbára, vagy kiutálták a rajongók. Igen. Nehéz igazából, az ember olvassa az információt, és nyilván egy nagyon népszerű és hihetetlenül sikere zenekarról van szó. Jó lenne tudni, hogy mi az igazság a Republik háza táján. Igen, az érdekes a dolog, mert ugye van egy hihetetlenül népszerű sikeres zenekar, meg van egyébként egy sikeres, hihetetlenül népszerű énekes, tehát a Sipos F-t szerették, illetve szerették az emberek, ezt mindenki eldöntheti magával, ugye akár a régi egzotikos időben, meg aztán igen. is. És ilyenkor jön az érdekes dolog, hogy ez a kettő találkozik, akkor a rajongók vajon ezzel mit tudnak igen, csinálni? Igen, ez önmagában még azért nem lenne egy olyan nagyon komoly probléma, csak hát itt esetünkben sajnos arról van szó, hogy egy pótolhatatlannak mondható énekest, egy fantasztikus egyéniséget kellene neki pótolnia, akivel nem lehet igen. egyszerűen kompatibilis. Kérdés, hogy ezekből a cikkekből mi az igazság? Nyilván, ugye az egyik bulvárlap megírta, hogy kirúgta a Republikot Sipos F. Tamás, akkor erre megkérték, reagáljon a menedzser, aztán a lap finomított, utána azt mondta, hogy kiutálták a Republik rajongók, tehát elindult egy ábor, minden bulvárlap megírt minden. Ugye erre nem tudjuk, hogy mi az igazság. És pontosan ezért van itt velünk Boros Csaba, hogy elmondja nekünk, hogy mi a helyzet. Csaba, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt, sziasztok fiúk! Hello Csaba! Figyelj, indítsuk az elején ezt a dolgot, hogy te amikor ezt így először olvastad, vagy a menedzsered szólt, hogy az egyik bulvárlapban lejött egy ilyen cikk, akkor mit szóltatok, mit mondtál, meg picit halkítsd le a rádiót, kérlek, hogy jobban halljunk téged. Mik hallatok? Most nagyon jó, igen, csak a rádiót lehalkítod, akkor az már. Félreálltam az autót. Köszönjük szépen. Na figyeljetek, na. A következő helyzet, mi az elejétől fogva úgy gondoltuk, hogy félrevezetőbb, ha az ember mindig igazat mond. Én úgy gondolom. Mi pénteken összeültünk a zenekarral, Tamással, és az eltelt majdnem egy év tapasztalatét levonva. Egyébként nagyon jól mondta a Feri, hogy van egy jó működő zenekar, van egy sikeres zenekar, és van egy sikeres énekes, és a kérdés itt valóban abszolút igaz abból a szemben, hogy a kettő együtt tud-e működni. Mi az elején úgy gondoltuk, hogy igen. Mi úgy gondoltuk a legeslegén, hogy hívjunk ide egy olyan embert, aki tapasztalt, markás hangú, nem kell a szakmáról beszélni vele, nem kell elmagyarázni, hogy mit kell tenni a színpadon, és hogy kell énekelni. Csak sajnos az a probléma, hogy a Tamásnak a hangja igencsak markáns, és meghatározó a magyar pop palettán, azt gondolom, és olyan sok mindent letett már az elmúlt évtizedek során, és olyan mértékben meghatározó bizonyos dalokban az ő hangja, hogy az amiről úgy hittük, hogy majd menni fog, tehát hogy majd fel tudunk majd vonatkoztatni, akármi, akár a közönség, hát sajnos ez így nem sikerült, de szeretném mindenkinek eloszlatni a tévhiedelmét, a Tamás abszolút felkészült volt, abszolút precíz volt, pontos volt, megbízható, és egy olyan ember, akivel maximálisan lehet számítani, ezért, miután majdnem eltelt egy év, és kikristályosodott bennünk egy olyan fajta gondolatsor, vagy inkább érzelemsor,
hogy ez kicsit úgy eltávolodott attól a fajta republikos milliótől, amit mi képviseltünk, amik mi vagyunk, hogy teljesen békében és barátságban megbeszéltük ezt a Tomival, és abszolút békében és barátságban nem váltunk el, hanem alakítottuk át az életünket, ő vissza az övét, a miénket, de úgy, hogy támogatott bennünket arról, hogyha bármi van, ő szívesen jön és segít, mi azt mondjuk, hogyha szüksége van ránk, mi szívesen megyünk és segítünk. Ebben szerepet játszott az a fajta rajongói ellenállás, amit ugye lehetett olvasni megint a cikkekben, hogy két részre bontott ugye a Republik zenekarnak a tábora, van, aki próbált elfogadni, van, aki azt mondja, hogy mindig egyfajta hiányérzettel ment haza a koncertről, ugye, hogy nem lehet pótolni cipőt. Ebben ez is közrejátszott? Nyilvánvalóan ez is közrejátszott természetesen, hogy ne játszott volna közre. És akkor ugye az a fajta gondolat fogalmazott meg bennünk, meg az a fajta érzés a színpadon is, hogy ez a republik úgy republika, hogy mi vagyunk. Négyen, pontosabban hatan a színpadon a Bruno barátunkkal, aki ütőhangszereke játszik, és Szabó András a bandival, aki évtizedek óta hegedül, akusztikus gitározik és zongorázik, és ugye mi négyen a zenekarban, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi ezt így fővonalakban, mi ezt így csinálnánk tovább. Igen, tehát itt nem a Sipos F-fel volt a baj, hanem a cipő pótlásával, ugye? Pontosan így van, tehát a cipő pótlása nem tud megtörténni, ez tisztában kell lenni. Tudjátok, milyen ez a dolog? Amikor bedobnak egy bombát a házadba, és fölrobban minden, száll a füst, repül a törmelék, és te mindenképpen életmentésképpen tenni akarsz valamit. Nyilvánvalóan az ösztöneid beindulnak, a túlélési ösztöneid. Én ezt értem, csak egy ilyen barátságos elválásból hogy lett az, hogy ő nem teljesített a próbá, hogy illumináltál a jelenleg, hogy Balázs, én csak abszolút kérdezek, tehát hogy nem tudom, nyilván, csak kérdezem. De én meg abszolút őszintén válaszolok, meg ez teljesen hülyeség. Mi a legeslegén csináltunk felkészítő próbákat, amikor átvettünk 20-30 dalt, és akkor nagyon sokáig próbáltunk egy másfél-két hónapig, és utána már csak mindig azokra a dalokra készültünk fel, amit újonnan vettünk át, tehát ezt valami furcsa tolló ember furcsán írta meg a Tamásról. Semmilyen nem több. Szóval aztán úgy van, hogy akkor így maradunk, és mi visszük a fővonalat a zenekarban tovább, együtt kicsit több dalt fogok énekelni, mint eddig a koncertek gerincében, de bármikor előfordul az, hogy például a Sipos F. Tomi mondjuk beugorhat vendégként, és gondolom tudjátok, hogy játszunk egy darabot egy színházban, aminek most nem akarom kimondani a nevét, de a darab során olyan fantasztikus kapcsolat alakult ki köztünk, és a színészek között, akik republik dalokat énekelnek egy előadás során, hogy még az is előfordulhat többször, hogy ők is bejönnek, mint vendégszereplők, Ömbölipari Magyar Bálint például. Napirenden van az, hogy bármilyen formában is, de hogy legyen egy állandó szóló énekes a zenekarnak? Nem. A napirenden az van, hogy mi négyen, mint republik zenekar vagyunk, készítjük a dalainkat, írjuk az új nótákat, őszintén megmondom, éneklem fel a dalokat, az új dalokat, és az van napirenden, hogy hál' Istennek egy ilyen baráti társaság áll ott hátunk mögött, mint a színház vagy a Sipos F. Tomi, és hát mondjuk ki akkor a gerincét, azt úgy néz ki, hogy én fogom énekelni ennek Tehát, hogy te leszel az. Hát nyilván... Nem kívánok frontember lenni, tehát én nem kívánom azt mondani, hogy én a háttérbe tolnék bárkit, vagy előugrani, csak abban a szerepkörben egy kicsit erősebben kívánok megnyilvánulni, mint amit eddig is tettem a Republikban cipő mellett. Hát igen, az esetben nem lehet megkérdőjezni a hitelességet. Figyelj, ez nem egy kellemes kérdés, de muszáj mindenképpen megkérdezem nyilván, hogy nem jobb, vagy nem merült-e föl, hogy valahogy talán legyugtatni a rajongókat is, meg akik ebben az egységben látták magát a Republikot, hogy más néven folytatni? De lehet, hogy teljesen laikus a kérdés, csak hogy mondjuk ti ez voltatok így a Republik abszolút, együtt, nem, ez Balázs, az abszolút nem bántó kérdés, aha. Tehát ez teljesen jogos kérdés. A másik tud az, hogy lehet, hogy az ember tesz valamit, és lehet, hogy az a kívülállóknak nem szimpatikus, vagy kérdéseket vett fel, mint a te fejedben is. De nekem ezt a Republikot 1990. február 23-ot, sőt én a cipőt ismerem, vagy 87 óta, tehát ez még a múlt évezred. Nekem ez a Republik, meg nekünk ez a Republik olyan mélyen belünk ivódott, tudod, minkor belé sütnek egy bélyeget a hátadban. És én azt hiszem, hogy ez a fajta dolog fel sem merül bennünk,
Én úgy gondolom, hogy ezt a nevet, mint egy ilyen márka nevet mi tovább vinnénk, képviselnénk, próbálunk neki megfelelni. Helyenként nem könnyű. Tehát helyenként azért ez egy elég igen, ez egy nagyon kettős dolog, lehet, hogy az a fajta szeretet, amit kaptatok, az most ugye tulajdonképpen ugyanúgy a szeretetből adódóan bírálhat mondjuk bizonyos dolgokat, például ugye mondjuk a Sipos Effet, aki egy kiváló énekes, csak hát ugye baromi nehéz, hogy énekes túl jól énekel azért, ha alá megy azért, hát effektíve nem lehet. Tehát, hogy pótolni nyilván. Persze. Igen. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy így állunk. Hogy akkor te vele, te nem frontemberként, de hogy úgy néz ki, hogy ez a jövő, és így folytatjátok. Igen. Uh-huh. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy beszéltünk, meg hogy sikerült eloszlatni itt mindenféle ilyen akkor tipikus ilyen bulváros felvetéseket, aminek akkor, ahogy halljuk, kevés valóság alapja volt. Ez a hát, Sipos Effre nézve is szegény. Tudjátok, sajnos ma van az egyéves évforduló, és énkor bármi megtörténhet, tehát olyan is megtörténhet, hogy éjjel 3-kor csörög nálam a telefon, hál' Istennek nem, mert le van némítva. És a rejtett szám mögött kilapul. Reggel 3-kor. Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázzatok magatokra, és jó munkát nektek a jövőben. Én köszönöm, köszönjük. Sziasztok, köszönöm. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Na, hát akkor ebből ennyi. Hát igen, ez egy kőkemény sztori, hát gondoljunk csak szegények, például a Queennek a példájára, ahol hasonlóképpen, hogy megpróbálták Freddie Mercuryt, egy pótolhatatlan énekest, egy hihetetlen kvalitásokkal rendelkező énekest, más énekesekkel, más nagyon komoly kvalitásokkal rendelkező énekesekkel pótolni, de aztán sem Paul Rogers, illetve most hát felvetődött például Adam Lambertnek a neve, Jézus, akivel szintén fel fognak majd lépni, de hát mindenki tudja, azt fogja persze mondani, meg ahhoz fogja hasonlítani, aki volt annak idején. Igen, az igen. Igazi. Na jó van, hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Balázs, hello, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello, honnan hívsz minket? Veszprémből. Veszprémből, jó. Milyenek a kérdések, Jani? Semmi extra. Így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztó. Melyik ország egykori diktátora Fidel Castro? Kuba. És megint jól van a főnök egyébként. Jól. Megint már kivitték, de szerintem mozgatják ilyen majd. Igen. Meg kell szereznünk a géntérképét. Óriási az öreg, igen. Klassz pasztartó megvan dedikálva, mehetünk tovább? Szuper, persze, menjünk. Morning Show-s egérrel átétért így szól a második kérdés. Melyik amerikai hip-hop előadó slágere a You Can Touch This? MC Hammer. Így van. Iszonyat nagy alt. Hogy ez tédédédé. Lehet, hogy holnap meghallgatjuk. Morning Show dedikált óra, gyönyörű, szép, vadonatúj, mindenki imádja, óriási sláger, tehát a promóciósaim kitettek magukért, gyönyörű, csecse, akasztható, függeszthető, állítható, hűtőre felrakható, nagyon-nagyon szép. Így van, és meg az időt is mutatja. Bizonyám. Menjünk neki? Próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Melyik olasz labdarúgó klub egyik beceneve a Zebrák? Olasz labdarúgó. Juventus. Így van! Te jó vagy! Szóval, nem vagyok annyira rossz, hogy kérdezik. Fekete-fehér csíkok miatt, ugye, az alapvető színeiről van szó, szóval egyébként az öreg hölgynek is szokták őket becézni, de zebrákként is nagyon sokszor emlegetik. Balázs, meg vagyunk, gyönyörű szép játék, pasztartó, egér alá itt óra, amelyiket tudjuk, dedikáljuk. Ügyes vagy. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Hát mert jó vagy. Jó vagy. Tényleg. Köszi a játékot. Köszi szépen. Ciao. Sziasztok, szép napot. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc van pontosan, 9 óra a hírek után, Kassa Tibivel folytatjuk. Istenem, de jó! 9 óra múlt 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Újra a trafi az M5-ösön Szeged felé, a Dabasi kihajtó után, RR Joe küldte nekünk, és Sopron szépségszalonál a határ felé mérnek a rendőrök, ezt Robi üzente, ott is mindenki menjen lassan, megint sok a trafi, úgyhogy mindenki vigyázzon, egyenruhás fényképez az M5-ös 44-es kilométerénél Kecskemét felé, valamint trafi a 9. kerületben a Soroksári út 42 előtt. Milyen pontos? Soroksári út 42 előtt a Boráros tér irányába. A mi kislányunk, a rendkívül csinos Karolina felhívta a figyelmünket egy nagy jó alkalmazásra. Képzeljétek el, hogy a Google Maps alkalmazásán, például a Budapest térképen már meg tudod nézni azt, hogy a forgalom éppen hogy áll a városban. Lassú, gyors, van-e valami fennakadás, illetve hogy hol van baleset.
Tehát erre is alkalmas már. Uh-huh. És ez szerintem tök király. Az menő. Ez menő. Jó, akkor csak egyetlen egy kérdésre válaszoljatok nekem, hogy doktorában It's My Life, vagy doktorában Sing Hallelujah. Nem Sing tudja, Hallelujah. Nem tudjátok, igen. Melyik Sing melyik. Hallelujah. Az It's My Life szerintem nagyon elkapott már. Sing Hallelujah. Sing It. It's My Life nagyon, nagyon közhelyes. Na mindjárt megbeszéljük, mert van itt még valaki, aki valószínű erre is aki rá tud fűzni. Sokat lopott ezektől az előadban. Itt van velünk. Itt van velünk a Szatibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Balazzo. Velük tart az olasz konyhanai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint TB for President! TB! 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 Kakasza TB, kakasza TB. Hello, Tibi! Hát szia Balázs, hiányérzetem van, nem fogok hazudni. Hát legalább vártam volna egy SMS-t, egy hiányzó Tibi, bárcsak itt volnál. Ja tényleg, hát mi még azóta nem találkoztunk. Igen. És hát ugye szó volt arról, hogy ott az egészségemre elfogyasztasz egy koktél, megfotózol. Ott kulcs a lábtörlő alatt, vagy ilyesmi. De nem, tehát lehet mondom. Ne fürödd ki a meleg vizet. Nem, de hát egy hiányzó Tibi, bárcsak itt volnál, bárcsak... Figyelj, meg nem írtam, de gondoltam rád, ahogy a Janira is, meg a férjére is, és minden nap ittam egy koktélt az egészségemre. Volt ilyen, amikor egy picit belenéztél a naplementébe, és ha ezt most a Tibi láthatná, akkor... Igen. Ilyen nem. Miért hazudják? A te tiszteletedre elfogyasztott egy kókusz zsíros veknit. És megettem két mangót. Jó volt, nagyon? Jó volt, veled ellentétben nekünk jó időnk volt, úgyhogy meghaladtuk a 20 fokot. Nem szabad már januárban menni, szerintem eltolódott ott is, ahogy itt ugye később jön a nyár, meg később lesz ősz, ott februártól kezd igazán jó idő lenni. Még február végén volt egy borús napunk, de utána kisütött a nap, úgyhogy ez a december, január, ez már egy picit ott neccesebb. De jó volt, igen. Izgultunk érted, hogy minden rendben. Gondolom, hogy úgy álmodt, hogy hányszor után a fölültél, és akkor ott visszafekültél. A barátja porogatott, hogy Tibi, nyugodj meg, minden rendben. Jó idejük lesz a baléknak, kicsim, ne aggódj túl. Gondolom. Jó ember vagy, jó ember. Tibi küldött nekem egy SMS-t, mi lehet vele, valami hír? Nem tudom. És tovább küldtem Ferinek. Igen. És ezt ugye el tudom képzelni rólad. Közben, amit te kint voltál egyébként, vagy pontosan már akkor hazajöttél, meg kellett, hogy védjelek egyszer, most próbálom felépíteni benne azt a lojalitást, amit ki akarok utána majd valamit aknázni. Te szeretnél tőlem kérni adást, hogy én már annyira építkezel, hogy itt van. Ipari nyalásban vagyok. Nem. Igen. A következő volt ilyen nőnap alkalmával, amikor csak zárójelben jegyzem meg, hogy 5 koncertet te is tettem egy hétvégén, de ez csak egy alapvető információ, hogy írta valaki, én ugye felköszöntöttem a Facebookon a hölgyrajongókat, és írta valaki, hogy én milyen rendes vagyok, bezzeg a Balázs nem írt semmit. És megvédtelek, hogy igazából csak azért lett volna nehéz, mert hogy nem is vagy fent a Facebookon, megvédtelek, kiálltam, érted, beleálltam a támadásba, odálltam a golyók elé. De rendes vagy, tehát, hogy a Hamis Balázs oldalt lájkolt ő, és ő megsértődött az, hogy a Hamis Balázs nem ír nőnapi üzenetet. Így van, tehát legalább ennyit megtehetett volna a Hamis Sebestyén Balázs. Gyerekek. Egy picikét oda pöccent egy ilyen kamuszívet. Most kérem mindazokat, akik üzemeltetik azt a 400 kamu Balázs oldalt, ami körülbelül fönn van. Legalább húsvétra. Szedjem karácsonyra. Olyan karácsonyra, meg nőnapra küldjetek már a nevembe, de sem, legalább egy mit kell posztot, vagy mit írjatok már egy posztot. Jaj, igen, mit kell posztot, mi is az internet, igen, mi is az elektromosság, igen, mit használtok ki ott az erő másik oldalán, legalább egy posztot tényleg tegyetek már ki, jó, ha már a nevembe megy a csajozás, meg a nem tudom mi, akkor nem. Legalább egy posztot a nőknek, az a baj, hogy ez probléma, tehát hogyha most megkéred őket, és ők ezt megcsinálják, akkor onnantól kezdve kicsit üzemeltetőnek érzik majd magukat, és onnantól kezdve a kamu oldalt majd úgy fogják üzemeltetni, hogy hát a Balázs a kérésére. A Balázs határozott kérésére posztolunk. A Balázs kérte múltkor is, hogy ezt. Tehát ez a Balázs oldala, tehát ez egy valóságos oldal, tehát nem hogyha, kamu oldal. Ha valakitől tanácsot akarsz, akkor a Janitól egyébként, mert ha van Zug Facebookos egyébként, az a Jani. Nem tudom, neki profilja van-e, de hogy ez a csávó, ez minden tud, tehát minden lépésemről tud a Facebookon. Ugye, most is az oldalam van. De a Feriét is nézi. Egy Zug Facebook. Vagy fent van, vagy máshogy van fönt, vagy van a kamu oldal, vagy Zorcsi 22, vagy Atombomba 48, vagy Frank
Einstein 27, de hogy te mindent tudsz tényleg Zug a Feriről, Facebook. Te mindent tudsz, Facebook. És csak felhasználóként tudhatsz ennyi mindent. Tehát ott te mi vagy? Vérnyaláb 23, vagy mi vagy? Metalzene 26, vagy mi vagy? Na áruld el, tessék. Figyelj, nem árulom el, járulnám el, de ténylegesen én folyamatosan fönn vagyok. Három oldal van, nem, négy oldal van, amit rendszeresen nézek, a Morning Show természetesen, a Ferinek az oldala, kaszáj. Vállalt be hangosan, nem halljuk. Meg a Kettlebell Hungary. Egyébként miért? Tehát, hogy az oldalt nem csak azt tudja nézni, aki be van regisztrálva? Vagy én nem tudom megnézni az oldalt, hogy nem vagyok beregisztrálva. Nem tudsz keresni egyébként is. De üzeneteket, képeket, minden meg tudok nézni, ha én most én nem vagyok regisztrálva, én nem tudnám megnézni a te oldaladat. Én fölteszek erre egy hetet, én kiugrasztom a nyulat. Ha nyilván. Én megnézem, hogy Jani milyen néven van. Ha Google-ba beírod, hogy Kassa Tibi Facebook, akkor kiadja azt az oldalt. Nem, a gyerekek, a Janit én kiugrasztom. Jó, én erre te ideel, a lájkjaiddal, az üzeneteiddel, minden, és hozzá is tudok szólni, vagy csak tudom olvasni? Nem, azt hiszem, nem. Amiért ezt elmondtam egyébként, ezt az egész dolgot, hogy szóba kerüljön a Facebook oldalat. Így van, amit egyébként ebben a pillanatban is lehet lájkolni. De nem ez a lényeg, hogy, hanem hogy így, hogy megvédtelek, most teljes egy picikét, hogy visszavédj engem. Ugyanis a hétvégi koncertekben 5-ből 2-t úgy hirdettek meg velem, például, hogy Kassa Tibi nőnapi retro party. Már öreg vagy, ez azt jelenti. És belebillentettem azért a műszerfalba, amikor megláttam a plakátot. Tehát, hogy azért, tehát, hogy nem árt. Tehát, hogy most gyere, nyújts vigasztalást, hogy én még azért nem vagyok retro. Hát, menjünk végig az elemeken. Próbálok megvédeni, de az a baj, hogy egyelőre keresem az indokokat. Leszel kedves. A tangó harmonika például. Igen, nyilván. De nem, hát figyeljetek, a koncertnek gyakorlatilag a kétharmada három évnél nem öregebb számokból áll. Tehát a szóló nem számok tudom, azok... Bármikor voltam Kassa TV koncerten, ott ne ott hallottam, hogy jó, én megértem, személy... hogy ott van, hogy retro, mert ha nem hallgattam meg 26-szor a Santa Mariát, akkor egyszer sem. Santa Maria. Gyerekek. Szóval valószínűleg a dalfelhozatalan. Való más, nem kell más, nekem így jó, költözzel, hát elmondanám. Valóban, azért ezek, mondom, igen, az elmúlt pár gyorsan, termései. Ezek elmúlt három. Igen, ezek mi. Jó, de hogyha rám nézel, érted, itt van egy fel, ugye eleve egy modern fiatalos srác, ugye? Tehát rám nézel, a külső, ugye az nem retro, ugye? Tehát, hogy... Nem, az nem. A fiatalos a jó szó. Nem, tudod, ezek ki a fiatalos, akiben nem fiatal, csak még próbál, ugye fiatal, az a fiatalos, igen. Ez nem retro, ezek a hurkák a múlt héten még nem voltak. Ezek van, de hogy a Krisztál miatt? Tehát, a Krisztál miatt számít? Érdekes, hogy miért vagy te retro. Hát, de akkor ki az új? Tehát, hogy ha te retro vagy, akkor ki az új? Nem tudom megmondani. Hát, hogy mert ugye az elmúlt három évben én azért aktív voltam, tehát folyamatosan jöttek a számok, nem tudom, tehát, hogy nyilván van a Krisztál miatt, van egy múltja dolgnak, tehát ez tény, hogy az én barátnőm ugye 6 éves korától az én zenémen nőtt föl, tehát ilyen értelme. Egy kicsit kinevelted magadnak. Hát abszolút, tehát, hogy nem véletlen azokat a jó kis morális értékeket hordozza, amiket a dalaimban sugaltam. Miket is? Hát fagyos az én, süvít a szél. Nyújtsd a kez. Meg 1000 hold és minden csillag. Tudnom kell, merre jársz. Ugye? Igen. De mindegy, tehát, hogy akkor most tényleg egy picit retro vagyok, vagy nem... Ezerhold és minden csillag, tudom, hogy merre jársz. Jó, legyél elnéző, nyilván ezt már ő is megbántad. Jó, aztán, jó. De nem, nekem nagyon tetszik ebben a szövegben a tudományos igényesség, ahogy Ezerhold és minden csillag. Azt a csillagászatra. Állj, ezt a szöveget Ezerhold még... Ezerhold és minden csillag. Szemét, hogy ezt a szöveget még egyébként nem én írtam. Tehát, hogy azok az igazán komoly szövegi mélységek utána, amik az én tollamból jöttek, azok később jelentek meg. Ezt a szöveget még nem én írtam. Te, gyerekek, bajban voltam, hogy egy Regina vagy egy Márki Márkkal indítsuk holnap a reggel, de szerintem egy Krisztáldal a 6 óra 10 perckor egyébként megadhatjuk a retro. Abszolút kompatibilis. Tehetünk kivételt, elindítatjuk a retro. Hát annyi külföldi köszön belőlük vissza. Te szemétlába. Egy 1000 hold és minden csillag, mi az eredeti címe? Mi az? 1000 hold. Ja, hülye kérdés. Nem csak költünk. Mi lesz a refrén a címe? A munkacíme Kvazárok és Pulzárok volt. De hülye vagy. De ennyire hülye vagy. Jó, de hogy most akkor tényleg szavazzuk meg, akkor itt vagytok hárman. Na, retro előadó nem, vagyok, nem, vagy aktuál. Nem, aktuál vagy. Aktuális vagy. Ne hagyd magad elnyomni. Aktuális ugye? Előadó vagy. Mert ebben meg kell, hogy védjelek. Retro még nem vagy. Még nem retro, nem ugye? Retro. Tehát még a nőnapi retro partit ne velem hirdessék már, nem? Így van. Ugye? Így most van. Megnéztem, volt svédasztalos vacsora, és azt már inkább veled. Olyan jó gusztálós kis étvágygerjesztő fotó van rólam, jó? De nem a retróvá válásom, vagy a hamarosan retróvá válásom az, ami ma reggel böki a csőrömet.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Balázs, ebben nehéz lesz most téged belevonjalak, ezt szeretném, hogyha a srácok velem jönnének, és ezt lejátszanak 3-1 ellen. Na. De ez mindenképpen. Mert ez igazából azt gondolom, hogy minket érint, a Janit, a Ferit, meg engem inkább, hogy a divatmárkák egy picike bűnözésbe kezdtek, és a Balázs formájú ilyen Barbie Ken srácokra vannak legyártva a valódi jó ruhák. Ma picit érzékenyebb lennék ezen megsértődni. Ez az igazi, tehát hogy megvannak ezek az ilyen modell alfa hímek, mint a Balázs, ez egyen méret, tehát ez a minden jól áll rajta, bármit ráadsz. Én úgy most elmentem vásárolni. De várja, a Barbie-t azt minek keverted bele? Igen. Mert hogy tudjátok, hogy melyik Ken? A Ken az még valahogy rendben igen volt, de a Barbie-val kicsit megbántasz. Próbáltam egy kicsit brendelni a dolgot, hogy tudjátok, hogy melyik Kenre gondolok. Elmentem most a múltkor vásárolni, és kinéztem magamnak egy baromi jó kis zakót, és egy ilyen szürke valami kis tök, hát most megint mondom, hogy fiatalos volt, egy baromi jó kis fiatalos zakó, fölveszem, és érzem, hogy hát ez, tehát egyébként semmilyen módon egy cipőkanállal bírnám magamat rendesen belerakni. Hogy mondtam, bontani kellett a varrás, hogy le tud venni. Igen, mondtam a páromnak, hogy kicsim nézzünk belőle egy nagyobbat, és kiderült, hogy nem, hogy technikailag ebből nincs. Fizikailag nincsen, mondjuk egy ilyen XL-es, már nincs belőle meggyártva, mert úgy vannak vele, hogy a Balázs még hordhatja, de én nekem már köszönik, igazából nem akarják ezt a fajta divatot átadni, tehát eleve mondjuk ellesik, gyártják mondjuk. Abban már nincs úgy nagyobbacska. És ugyanígy nyilván ez a Janit abból a szempontból... A másik véglet. Így van, a Janit abból a szempontból nyilván nem érint, hogy a gyermekruházat baromi színes manapság. Én nagyon is ráadásul az még átmész a kid oldalra. Csak most minek vegyek egy 20. spongya bobos pólót? Szupermanost. Na de hogy Feri, te ebben nyilván belemegy cipőbe, vagy nem? Az van, hogy nem, hogyha ha el akarsz érni olyan nagyságokat, amiben mondjuk Balázs jó. Hát ugye? Ez a pulcs, ami most rajta van, rohadjak meg, hogy nincsen MS-nél nagyobb méretben. Nincs. Biztos lehetsz benne, hogy nincs. Nem, ebből még egy nincs. Mondom, hogy ez a normál konfekció mérete. Te azzal a paplannal, amit magadra öltesz, te a gyerekosztályon, te pedig a sátorosztályon. Miért normál? Nehogy már három kicsit fura testalkatú emberből a normál legyen. Nézd? Pont kiközösítve. Gyerekek, 180 centi vagyok, 80 kiló, totális a standard méret. Tehát itt azért vannak torzulások. Miért nem hordhat olyan pulóvert, mint te? Tehát te 190 vagy és 120, te nem tudom mekkora vagy. 68 engem kiló. Engem nem mondj ki, 68 kiló, az elhízva lennék 68. Mennyi vagy? Szerintem max 63. 50 éves vagy és 63 kiló vagy. 40. Hát, hány éves? Lasszor 50 éves a 63. Úgy látom, ez a beszélgetés túlmutatott. A Feri balcomja 63 kiló, érted? Te meg nem tudom. Nekem meg az állam, igen, veri a földet. Igen. Három fura ember összefogott a normál kinézetű ellen. Nem hát ellen, hogy a ilyen pulóvert akar a Kassa Tibi, akkor nem én. Mi mind a hárman akarunk ilyen pulóvert, ami rajtad én van. Én akarok. És gyerekben még nincs, a mi méretünkben meg már nincs. Jó, akkor mit kell csinálni? Nem zabálni. De nem, Jani! Álljál le a zabálással! Ennyi. Mondom, ha én most 90 kilós lennék, igen? Akkor se kapnék a 194 centire. Érted? Így van. Na, most védelek. Hát vágjál le a lábam. Akkor még a derekam ugyanabban. Ne, Feri, álljál gödörbe. Álljál gödörbe, próbáld fölött. Igen. Nem, de hogy gyerekek, ez egy összeesküvés, érted? Tehát, hogy minket, akik az átlagtól eltérőek vagyunk, még az ág is húz, mert még a divatot se tudjuk rendesen lekövetni. Tehát, hogy én szeretnék a hétköznapokban Sebestyén Balázs feelingben öltözni, érted? Az kettő Sebestyén Balázs pulóverből tudom összevaratni. Szerintem nem szeretnél. Nem tudom megfizetni. Ezeket a kicsit szűkített slim fit, tehát én ezeket hordom, hát ezek nem mindenki állnak jól. Megnézd, nem akarnak nagyon megbánni. Például hogy az is minden szűkített, az ingek szűkítettek, tehát én azt szeretem, ha nem lók, hanem olyan patent. Hát ez... Neked is lehet csak stretchből. Illetve már nem vannak már az 5 nanós ilyen búváruhák. Jani. Akkor csak Jani, annyit, hogy mit, akkor nézd be a barátnőnek a gardróbjába, egy csomó ilyen ruhadarabban, mint amit Balázs hord. Ez jó. De én tehetek róla, mert vékony vagyok. Hát mert nem zabálok szénhidrátot. Nem, de hát figyelj, attól függetlenül azért mi is azt gondolom, hogy olyan alkotott képviselünk, például a Ferivel. Nem, hogy mi gyönyörűek vagyunk. Nem, hát én büszke vagyok például a Ferire. Hát én a Ferire, hát.
Figyeljetek, de nektek is meg lehet találni az előnyös ruhadarabokat. Persze, abszolút. Tudjuk a sátorponyban, asztalterítő. Nem erre gondolok, nem. A Ferén tök jó zakók szoktak lenni, nem kell teljesen beszűkíteni, de azért annak is lehet fazonja, kicsit kilókat az ingúj, lehet azért két gomboz zakó, lehet egy szép nyizsebkendő, tehát azért ezeket be lehet tenni. Újra kérdezem, nekünk ugyanaz, ami neked, az nekünk akkor nem jár? Gyerekek. Tehát, hogy én oda megyek, és látom, hogy eleve rajta van a billétáján, hogy eleve ellesig van elkészítve, tehát ne is keressem a raktárba, mert odáig ez, van ez meg nem van. Szép, ezzel egyetértek. Ugye? Hát az lehetne, lehetne XLS-be, nem úgy mutatna érzem. Szépen, de, de igen, de nem szép. Ja, nem, de... úgy érzem, eljött a pillanat, hogy, hogy megkérjenek, hogy hozz egy ítéletet. Az a baj, hogy ha ő hozza, akkor azt elbújtad. Feri, nem hoznád meg te az ítéletet? Én abszolút megszületett az ítélet. Na, teljesen megszületett. Egyes szintű, abszolút indokolatlan törbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Teljesen egyértelmű az ítéletem, gyerekek, ne haragudjatok, semmi más nem tudok erre adni. A rossz anorexiás. Igen, egyébként az a megoldás minket? Egyértelműen, egy picit le fogunk maradni, de nem sokkal. Feri, Feri mindig ugye követi a trendeket, neki mindig aktuális és nagyon divatos ruházata van. Azt fogjuk csinálni, hogy mindig az egy évvel korábbi cuccait lepasszolja neked. És abból kijöttök ketten. Abból ketten kijövünk, mert hogy, hogy átszabadjuk rád, és a maradék anyagból megvarratunk nekem egy bébi ruhát. Én csak elmondom, hogy próbafülke ide vagy oda, szerintem egyik kötök se állt annyiszor próbafülke előtt félmeztelenül rászorult pulóverrel a fejére. Tehát, hogy tehát azért ebben meg hagyj vezessek én. Elnézést, hölgyem, tudna segíteni? Négy már, nem a Balázs, le tudná tépni a fejemről ezt a pulóvert, se le, se föl. Gyerekek, feszítő vasat. Ott az a pulóver, felpróbálom, beleugrok gyorsan, hát amikor egy és ennek kijössz a próbafülkéből, és mint Andi Ágászor, egy ilyen karima van ugye itt a fejedre beleszorulva, mert a pulóver egy ilyen bélyegnyomot nyomott, tehát csak mondom azért, hogy azért nálam is vannak traumák. Mi az a kis póló, amiben múltkor voltál, tájföldi 600 forint, én nagyon jó volt. Mindent kihozott rajtad, olyan másnak nincs. Na, mert senki nem venné föl. Igen, mert a hétköznapokban furán néznének rá az emberek. Jó, de nem is akarok igazából eltérni ettől, mert azt gondolom, hogy most annyira ráfűztünk erre, hogy maradnék is a szépségnél. Jó. Találtam egy oldalt, ami egy picit... Ez már a témád? Ja, azt hittem, hogy nem tudom, hogy van-e kérdésed, amiben át tudsz segíteni egy krízisem. Azt hittem, hogy te már ezt a kérdést elfelejtetted, és talán azért felejtetted el, mert nincs témád. Biztos, hogy van olyan kérdésed, amivel erre rá tudsz engem vezetni. Ugye azért nem azért húztad az időt eddig, mert nincs témád. De van! Te jó ég. Találtam egy weboldalt, ami azt mondom, több, mint pofátlan. Az a weboldal nevezett társkereső. Így van, a kasszatibor.hu. Így van, így van. Ahol az aktuális klubkoncerteket eléritek, nem. Az az oldal neve, egy társkereső oldal, hogy rondarandi.hu. Találkoztatok már ezzel? Nem ismerem. Azok, nem, azok, jó, az emberek, azok az emberek regisztrálnak itt, akik felvállalják, vagy akik felvállaltan azt mondják, hogy figyelj, én nem vagyok szép, én ronda vagyok, ettől függetlenül szeretnék találni egy társat. Tök nagy. Rondarandi.hu. Nagy ötlet, de egy picit el akarok ezzel most mélázni, mert ugye... Hanyas szinten vagy, gyémán? Én vigyod a klubkártyájában. Én egy platina szintű... Alapítóként, mondjam el. Platina szintű felhasználó vagyok. És a teste alapján csoportos kedvezmény. A McDonald's. Igen. Figyeljetek, csak egy picikét, mert hogy a szépség fogalma milyen eszméletlenül relatív. Na. Egy picikét, itt menjünk már körbe a stúdióba, mert ugye most mi a sztereotípia, hogy közülünk, négyünk közül nyilván ugye a Balázs a De hogy kicsikét mérlegeljük. Most a Ferit akarom most egy picikét a fejbe állítani, mert szerintem egyébként a legjobb képű férfi, szerintem női szemmel, és a legsármosabb az közülünk a Feri. De miért lenne? Mert van benned, mert van benned egy ilyen sok. Ott már is mert van benned. Azért, és ez, itt most a női hallgatók is nyugodtan reagáljanak ebbe a dologba. Köszi, mert van, gyere már, Anna. Na jó, van, örülhetsz, most engem fognak alázni. Köszönöm szépen. Azért, mert a Feribe van egy csipetnyi Sean Connery, ezt én vállalom. Sonka? Ebből nekem a Sonkának az első része nem van. De ne szerénk egy ilyen csipetnyi, adott egy mázsány. Egy egész mangalica van benne. Hát, hogy Feribe van egy csipetnyi Sean Connery. Ha megnézed a Janit,
a Janiba benne van ez a... Ez a Vladimir Iljics Ulyanov. Nem, a Janiban is, nem tudom, hogy nem, lehet, hogy nem azt mondja, hogy a klasszikus szépség, de benne van ez a sportolói, ez a ránézel, ez a Vin Diesel. Hát rohadtul nézem, de nekem még egyik reggel sem volt Vin Diesel. Képzeld alá a kabriót. Még Jason Statham inkább, vagy Bruce Willis kis testvére. Vin Diesel. Én csak áramszedősekkel járok, nem lehetek Diesel, de figyelj, egyébként az a baj, hogy most igazából nem mondtál semmit, tehát hogy ebben, és a Janiban esik, és hogy kopasz, és hogy vegetáriás, és alacsony. És rosszul öltözik. Igen. Nem, de hogy benned meg van ez a sportoló, ez az aktív, ez a tesztoszteron. Érted? Tehát, hogy ránéznek, ott meg más van. Tehát ott az van, akivel úgy szaporodna az ember. Érted? Igen, hogy... nem? Akivel szaporodna? Na, ez tetszett azért. Na, de itt van az Anna. Hát kérdezzük meg. Itt vagyunk négyen férfiak. Most ugye meg én. Hogy, hogy nem a Feri? Nekem nagyon bejön a Feri. Ez igaz. Anna, szociális kereteken belül van. 14 éve ismerlek, és nem mondod? De, hát nem. De tényleg bejön egyébként a Feri. Igen, most ha komolyan kérdezed, igen. Tök komolyan kérdezem. Szeretnél, akkor a három fiú gyúrjuk össze. De ha komolyan kérdezed, akkor nem, igen. Hát az azért majd akkor így szebb Balázsnál. Igen, akkor tükröm, mondd meg. Ne ölessetek meg a vadásszal, jó? Erre kérlek, ne ölessetek meg a vadásszal. Az Anna négyünket akar összegyúrni, bocs, az alsó ajka férfiuk. Mindegyik ötökben van egyébként valami vonzó szerintem. De hogyha a Morning Show szépét kéne kiválasztani, akkor most tedd a szívedre a kezed. Laci. A szerkesztő. De ez az oldal tényleg van egyébként? Ronda Randi.hu. Tehát hogy ezzel frusztrálják magukat az emberek, hogy megvan. Hogy így keresik. Látod, megvan? Megvan, én rámentem. Egyik se, tehát ti nem vagytok, tehát teljesen rendben lévő palik vagytok. Mind szépek vagyunk. Várjátok, hogy gyerekek, egyébként vonzók itt nem vagytok, csak... mindegyik ötökben van valami. Itt nem csak külsőségre kell gondolni, nyilván aki önértékelési zavarral küzd, aki nem mer egyébként hallott fölmenni egy normál rendes randi oldalra. Tehát, hogy ez nem egy, nem, most nem akarok ennek a honlapnak reklámot csinálni, nem is róluk beszélek, általában az ilyen típusú kezdeményezés, ez nem egy rossz ötlet. Tehát rengeteg önértékeléssel küzdő ember van, aki lehet, hogy úgy ítéli meg magát, és inkább felmegy ide. Hát meg nem? Igen, értettem, hogy kinek mi az előnye, meg kiben mi a pozitív. Igen. Balázsnak inkább a külsőség, Ferének a belsőség. Szeretem. Most itt van, találtam egy 23 éves lányt ezen a weboldalon. Mutasd! Most azért ő nem ronda. Teljesen jogos, Feri, hogy ezt az oldalt kereste fel. De személy. Nem, egyébként tényleg nem. Itt nem, egyetlen egy nagyon durva dolog van. És abba kell belegondolni, hogy ez egyetlen egy dologért veszélyes, mert ha ezek után se hív föl senki, akkor utána akkor már hova akkor marad az ő. Tehát ha fölmentél erre az oldalra, nem tudom, rondalányok.hu vagy bármi, és utána nem hív föl még ott se senki. Mi? Na mi? Ott mi lesz nem, az önértékeléseddel? Maszkosrandi.com, hát mi? www.öldmegmagad.com. Tehát innen hova mész, ha esetleg ez nem sikerül. Irány a Maszkrandi, így van. Jó, de egy picit még azért menjünk rá, ez igazi szépség. Tehát szokták mondani, ez igazi szépség. Azaz rád. Belülről fakad, gyerekek. Tehát, hogy most ezt viccen kívül mondom, hát hány olyan ilyen karakter színész, nem tudom, mi van a világban, akire ránéz, arra mindent lehet mondani, de az, hogy nem, azt nem mondhatod rá, hogy szép. Ott akár mondjuk most csak kiemelek egyet, például mondjuk nem színész, inkább énekes. Zámbó Árpi. Ja, így van, például az Árpi. Így van. De nem, akár ott, igen. Van, igen. Ott van mondjuk egy Cher. Az énekes. A Cherre nem lehet azt mondani, hogy ez a klasszikus modell, arc, modell, Cher gyönyörű, de azért ő egy karakteres. Hát most már ugye már inkább a sebészkéseknek köszönheti, de egyébként hát ő gyönyörű volt mindig is. Nézzük akkor férfiakat, aki ugyanígy ilyen karakteres, mikor Robert De Niro, nekem nem mondasz, hogy Robert De Niro az egy hát nem, nyilván az a színészi kvalitásai, persze. Így van, de ránézel, és akkor ott van egy sármja. Persze. Itt vagyok mondjuk én, ha mondjuk hát gondolkozom azért. Ott van a Danny DeVito például, ő is, hát hány bomba nője volt, érted? A Pali 1.40. És nagyon, azért nem akármilyen nőki. Ugye? Most nyilván ott az benne vagy, mennyit keresnek. Aranyos vagy, hogy vigasztalsz, én már rébe értem. Hát nekem is van. Látom, hogy kicsit kezdtél letörni, gondoltam, mondok valaki. Nem, tényleg, nagyon sok olyan pali van. Egyébként föl van építve ennek a jelzőrendszer. Csak én mondjuk Danny DeVito-val ellentétben nem halok bele 10 darab négy ütemű fekvőtámaszt. Ez egy kérdés, hogy mi a cél, igen. De egyébként a hirdetésekkel is meg lehet ugyanezt tuningolni. Tehát, hogyha magadat hirdeted, ugye megvan ez a, ugye szokták mondani, hogy nincsen csúnya, csak, tehát exotikus szépség, ugye? Vagy érdekes arc. Érdekes arcú, Ferinél ugye mondjuk lehetne a rusztikus hegyomlás, nem? Vagy valami ilyet. Janit hogyan tudnánk meghirdetni, hogy... Janit hogyan tudnánk meghirdetni? Hogy valahogy hogy egy jó kapós hirdetést a Janinak földobni.
hogy fickándozó fickándozó aranyhal. Igen. Igen. Látom, a teki. Nagyon, kemény, nagyon a falmászást én szoktam azért így nézni. Popsia biztos. Van. Meg valamin erre mennék rá hirdetésbe, ezt beletenném. Én rámennék, ha nem kezdenék émelyegni. Jani kemény popsiánál lemaradtam. Erre én egy randi egy gyors étteremben, nem? A háziasságot mindenképpen ki kell szerintem emelni. Tehát, hogy ez egy fontos szempont. Igen. A nők szerintem szeretik azt, hogy valaki helyettük néha mosogat. Házias, mozgékony, ficánkoló, feszes popsiú. Igen, zoklics toppol. Igen. Hát ez fontos. Jó, hát az bánt, hogy az is főz. Egy csomó mindent csinál a Jani. Főz. Én mindent megcsinálok. Abszolút, igen. De egyébként állítólag ebből nincsen kiút, és még azért örülök, hogy itt van benne az Anna, mert állítólag van egy ilyen felmérés, egy kutatás, hogy tehát, hogy ugye nyilván itt a kereszteződés lenne ugye a megoldás, hogy a csúnya paliknak mondjuk legyen gyönyörű barátnője. Ezt én ugye hozom. Ami állítólag nem akar nagyon megtörténni, és általában ez egy problémája most a következő generációknak, hogy a kövérek a soványakkal nem akarnak valahogy összetalálkozni. Tehát, hogy genetikailag, akik jobban ilyen hízékonyak, azokat valahogy tehát, hogy ott kéne valahogy, hogy sovány nőt. Hát de minden héten kedden összehozunk ezt a talit egymással. Én meg minden nap velük vagyok. De hogy állítólag de ez... kövérnővékony pali, vagy fordítva, tehát, igen, hogy nem találkoznak. Hát mert hasonló, nem? Tehát, igen. Hogy szerintem egy ducibb nő az nyilván egy ducibb pasit keres, és fordítva is. Ez a jellemző, nem? Hogy ott érted meg. Nem mindig igaz ez, szerintem. Nem. Hát nyilván vannak kivételek, persze. Meg magasságbeli, tehát van olyan ismerősöm, aki két méteres a férfi, és nagyon-nagyon picik a nő. Vagy nagyon moletta a hölgy, és nagyon vékony a férfi, de nagyon vékony. Na, van ilyen. És nagy darab a nő? Ellentétek hozzák. Igen, nagyon nagy darab. Körülbelül 40 kilóval több. Hát nyilván ilyen is van, de élhetőség szempontjából úgy értem, hogy sokkal sűrűbben látsz, vékonyal. Na de ez egy probléma, mert ugye ezért nem tud visszakavarodni az izé, mert egyébként társadalmilag visszakavarodni az izé, de hát figyelj. Nem, hogy társadalmilag baromira elszeparálódik a dolog, és értelemszerűen nem tud egy kicsikét úgy visszakereszteződni a dolog, mert ugye azt várja a társadalom, hogy a modellalkatú csajnak modellalkatú palia legyen, a kövér az nyilván bóklászon kövérrel, tehát egy kicsit ez a vonal van, de hogy a végítélet mégis egy pozitív kicsengést legyen. Tehát ki a Morning Show szépe? Tibi! szerintem a legjobb képű Pali a Feri, ugye? Figyelj, ráérsz délután, vagy nem tudom. Most nem kell dolgozni, hát itt állok a Balázs. Igen, a semmi nem lesz. Hogy képzeled? Balázs, most nem ő külön díj. Én már megkaptam, hogy nagy a fejem, vékony vagyok, én már meg vagyok. Most te valami törzsasztalra hajtasz, akkor helyben. El tudnám fogadni a platina kártyát. Félve kérdezem, hogy ezért a rengeteg jó ér, őbarszangolásért, információ. Balázs rengeteg dicsérő szabályért, jogos a taps és a síkó. Igen! Mondom ezt úgy, hogy ráadásul nagyvonalú voltam, és nem tértem rá arra, hogy holnap klubkoncertem lesz, ahol megint várnak benne. A régi nagy slágereket is lenyomod a régi nagy slágereket és a rengeteg a planetáriumos is lesz. lesz. Na, szevasztok! Hello, Tibi! 3-4-10 lesz pontosan, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 5 perc múlva pontosan 10 óra, hívjuk a naphallgatóját. Hello, Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Én soha nem fogom egyébként abba adni a médiában való dolgozást, munkát, bármiről is legyen szó. Csak akkor, ha jön Málnai B. Levent és azt mondja, Jani, tedd le a fegyve, mert ő indított el ezzel a pályán. Morning Show! Az bizony, jó reggelt! Hello, Marika! Szervusztok! Szia! De örülök, a lánya naphallgatója, ritkán szokott lenni, vagy nő, vagy hölgy. Marika, honnan hívsz minket? Hol hallgatsz minket? Vidéken. Ráckevén. Ugye a lógásról, meg arról beszélgettünk, hogy milyen kifogásokkal nem mennek a gyerekek iskolába, írtál egy nagyon helyes SMS-t, azt írtad, hogy mi vidéken laktunk, amikor kint elláttam az állatokat, és bementem, az én 4 éves kisfiam azt mondta nekem, anya, bemondta a rádió, hogy nekem ma nem kell óvodába. Igen. Nagyon helyes kis SMS volt, ezzel telettél a naphallgatója. Ezt mondta a gyerek valóban, hogy ő ma nem? Hallottál? Igen, és még a saját nevét is hozzámondta. Hogy ezt bemondta a rádió. De cuki. Nagyon aranyos volt. Marika, egy nagyon szép ajándékcsomagot küldünk neked. Jó? Nagyon szépen, köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Ciao. Hello. Csavikám, jó újság.
Képzeljétek el, vissza kellett vinnem a feleségem autóját a szervizbe, hogy állítólag valami gond van vele. Ezért nagyon korán megérkeztem ide, mert hogy végül is nem volt gond vele, és kipróbáltam azt, amit a múltkor a gangstával beszéltetek, de akkor nem voltál, hogy milyen a Hemendex itt a büfében, és hosszú idő után óta reggeliztem egyet. Csak akkor szoktam, ha elmegyek nyaralni, tudom, sűrűn van, hogy Szabin vagyok, igen, de csak akkor mondtam. Szoktam reggelizni, és most nagyon jó volt, úgyhogy lehet, hogy a szokásom már fog válni. Helyes, aha, jó Hemendex. Jó az. A reggeli egyébként fontos állítólag. Fontos. Nem? Jani is. Szoktam gyümölcsöt reggelizni, de Hemendexet én nem tudom, mikor ettem utoljára reggelire. Jó esett. Jó Hemendex. És kiszolgáláson ne is beszélj. Igen. Bizonyám, az az, amit mutatsz. Ja, az a jó. Ugye? Így van. Igen. Perfekt. A hármas főúton Encs és Forró közt a benzink után a rendélyberőrei kipakoltak és állítottak mindenkit, lehet, hogy fényképezni is fognak. Pali írt ezt nekünk, köszönjük szépen. Csabikám, remek zenéi lesznek? Hozom Tiestót, éveken keresztül ő volt a legjobb a világon, megválasztották 2002-től 3 éven keresztül, most jelenleg a negyedik legjobb DJ a világon egy ilyen ranglista szerint, és neki van egy újdonság, a Red Lights, ezt mutatom nektek, meg mindenki másnak is. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni, holnap retro nap, nem elfelejteni. Nem elfelejteni. Regina Day by Day elindulunk. Nem áll, ne, tényleg. Jó, akkor a Falkóval. Az jó. Élőben egy jó halálomájra. Csak külföldiek lesznek. Jó, de lehet a Labus Be My Lover. Tehát minden be van. Be My gyerekek. Lover. Falkótól mi? Titok? Falkótól? A Naked. Hát a legnagyobb persze. Az egyik legnagyobb. 2 perc van, 10 óra, Csabi jön a kívánságműsorra, holnap jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.